Hello, sziasztok! Megjöttem. Remélem van hangom meg minden. Szia, Manó! Igen, mindig te vagy az első. Én nem tudom, hogy csinálod. Szerintem 24 órában ott tűz a gép előtt, és felállt, hogy mikor indul a live. Hihetetlen vagy, le a kalapa, Jesse. Kellemes szombat délutánt mindenkinek. Mindjárt... Na, megtakarítom a szemlegemet. Hogy lássak is valamit. Mert szokásomhoz híven. Én nem tudom, egyébként van egyébként a... Egyébként. Még kicsit kevés, akkor fejön a szervezetemben, mindjárt összedobok egy kávét. Szóval van egy ilyen védőréteg a szemüvegemen, ami állítólag megvédi attól, hogy gyorsan koszos legyen. Na már most én naponta körülbelül 10-szer takarítom ezt a rohadt szemüveget, tehát nem tudom, hogy mennyire lenne koszos, hogyha... Fish horse! Szávaszt, Nadia, Fish horse neked is! De nem tudom, hogy mennyire lenne koszos a szemüvegem, hogyha nem lenne rajta ez a védőréteg. Tehát így... Newcomer, nem mondod komolyan! Szevasz! Korán kezded! Még csak most indult a live, gyerekek! Na, most már emeletileg kilátok. Nem mondom, hogy fejből tudom a beosztósatokat, és hogy mindegyik stream előtt van egy ébresztő a telefonomon. Ja, de... Manó, bolond vagy, imádlak, szevasz, hundbál, szevasz, Sali, sziasztok srácok, mizu. Figyelj, Imi szerintem még fog néhányszor duplázni, tehát előfordulhat, hogy elbukja. Manó egyébként nagyon okosan csinálja, mert ő gyűjti, és majd a hónap végén fogja bedobni az all-int. Tehát, hogyha nem nyer, akkor meglátja, hogy duplázik-e aztán. Sikerül neki nyerni. Egyébként, aki még nem tudja, írjátok be, hogy felkiáltó olyan nyeremény, van egy ilyen parancsunk, ami a havi zseton nyereményünknek az első három helyezettjének a nyereményét, nagyon bonyolultan fogalmazta meg, fogja kérni. Tehát röviden, tömören, gyönyörűen van egy havi zseton nyereményjátékunk. A zsetonunk a stream elementen keresztül kerül gyűjtésre, ugyanúgy kapjátok, mint a Twitch-es csatornapontot, nézéssel igazából. Ezen felül játszhattok vele, lehet rulettezni, meg lehet... Uno, one, two. Elnézést, átírtam a mi a kaja parancsot, csak elfelejtettem kipipálni, hogy működjön is, úgyhogy most már működik. most már működik gyerekek, most már működik a mi a kaja parancs. Elnézést kérek. Ez olyan rolics volt, átírtam, hogy ugye a jó kajákat írja ki, csak nem pipáltam ki, hogy működjön is. De most már működik. Szóval, van egy havi nyeremény játékunk, ami a zsetonok körül épül. A zsetonokat a stream elementen keresztül tudjátok gyűjteni. Ugyanúgy nézéssel, mint ahogy a Twitch-es csatornapontokat. És ezen kívül tudtok vele rulettezni, meg duelezni, vagyis el tudjátok nyerni másoknak a zsetonjait. És el is tudjátok veszíteni az összes zsetonotokat. És az első három helyezett a hónap végén automatikusan VIP titulust kap. És az első helyezett az előbb leírt három esemény közül választhat, ami a következő hónap első főzősúlya végén fog megtörténni. Azaz, vagy tojásról rettezünk egyet live borolival, vagy mindenféle kaját kell kóstolgatnunk bekötött szemmel, vagy pedig a kóstolóból ismert három finomság közül egyet újra meg kell kóstolnunk. A kóstoló az a YouTube-on futó egyik sorozatunk, amiben elég érdekes dolgokat kóstolunk meg, többek között brutálisakat is. Mint például a mai kóstoló, ami egyébként már fölkerült, úgyhogy ha még nem láttátok, menjetek fel a YouTube-unkra és nézzetek meg. A mai kóstolóban brutál, istentelen módon nagyon csípős rámentettünk. A felvétel után még kb. 3 órával is égett a szám, olyan durva csípős a cucc, tehát így. Nézzetek meg, felkiáltja a YouTube, vagy csak menjetek fel a YouTube-ra, írjátok be egyeztésről, és megtaláltok minket. Annyi kell tudni, hogy all-in, ne. Ne all-in ez a gyerekek, mert akkor megettük a ráment, Manó, megettük. Meg. Egyébként én nyertem meg a challenge-et, ugyanis hamarabb ettem meg, mint Roli.
Majdnem behaltam közben egyébként, én csak a legvégén ittam tejet, tehát én nagyon büszke voltam magamra, meg még most is az vagyok, hogy őszinte legyek. Jaja, nagyon gond nélkül lepipáltam Lolit. Szóval, mit főzünk ma? Felkeltően mi a kaja, vagy pedig nézzétek meg a címben. Nem nagyon van kedvem főzni, úgy effektíve főzni, mert hogy nagyon meleg van. Nagyon meleg van az Angliában, ez ilyen 28 fokra most perkülhatként, ami ilyen nagyon meleg van. Úgyhogy nem nagyon akarom befűteni a lakást, és Rolinak volt egy ötlete, hogy legyen mexikói kaja, ugyanis mexikói kaját még nem készítettünk itt a főzősóban, úgyhogy ma összedobok egy gyors csirkés tortillát, gyerekek, ami közül csak a csirkét fogom főzni, igazából most semmi más nem kell. Gondolkoztam rajta, hogy én készítem majd a tortillát is, mert ugye igazából nem nagy duranás, viszont... Lidl-ös kongot iszok, igen. Nem nagy duranás, viszont kicsit időigényes, és ugyanúgy befűti a lakást. Úgyhogy vettem a tortillalapokat. Micsoda, nem akarok kötözködni, de az csak rámen tészta csípős szószban, mert a rámen az leves. A rámen, kérlek szépen, Narnia, nem akarok kötözködni, az maga a tészta fajta, nem pedig a leves. Tehát ezt a fajta tésztát hívják rámennek, ezt eszik szószban és eszik levesként is. Tehát a rámen az maga a tészta fajtára vonatkozik. Tehát az nem a levesnek a neve. Ups! Ebből verekedés lesz? Nem, ez így van. Ennyi! De egyébként nagyon finom, tehát hogyha megnézitek a videót, lent a leírásban, a videó leírásában ott van az Amazon link. Nagyon-nagyon finom, tehát rendkívül jó ízű a szósz, amit hozzá kell keverni, viszont eszméletlen brutál módon csípős. De... wow! Olyan módon csípős. Úgyhogy megettük, kipróbáltuk, de így köszönjük szépen, ennyi is volt belőle. csak azért tudom, mert én nagyon szeretem az ázsiai kaját, Anna, úgyhogy... bocsi, és nagyon szeretem a tésztákat egyébként. Szóval lesz ilyen mexikói tortilla tekercs igazából, amihez fogok készíteni avokádókrémet. Kihangsúlyozom, ez nem guacamole lesz, mert én másként fogom ízesíteni, ezért hívom avokádókrémnek, de hogyha érdekel benneteket a tradicionális guacamole recept, azt is nagyon szívesen megosztom veletek. Ezen kívül készítek házi paradicsom szalszát, egy picit csípőset, mert úgy az igazi. Meg fogok hozzá készíteni egy tejfölös szószt is, úgyhogy az ilyen minden az egyben ilyen, eszméletlen nagyon jó kaja lesz. Meg ezen kívül fogok készíteni egy úgynevezett pitét, ami nem igazán pite. Az eredeti neve az, hogy key lime pie. Ez egy eredetileg Floridából származó lime-os süti recept. Egész fontosan Florida Keys-ből, onnan származik nagyon jó minőségű, vagy ott termelnek nagyon-nagyon jó minőségű lime-ot, és ebből a lime-ból készítik tradicionálisan ezt a pitét, amit egyébként nem kell sütni, és az egészben a legjobb. Pillanatok alatt kész van, annyi, hogy állni kell hagyni a hűtőben legalább 2 órán át, amit megköt maga a krém, amiben egyébként nincsen zselatin, úgyhogy ez egyébként érdekes kis trükk lesz, mert meg fogjátok látni. És ugye ezt sem kell sütni, tehát effektíve ezt sem fog nekem befűteni itt a konyhában, úgyhogy... ja, ez most ilyen kis... majdnem főzés nélküli főzősó lesz. Hát akkor az volt az a fajta, amit Miki is megvett és remegett utána. Nagyon durva, nagyon durva. Fönt van egyébként Amazonon, sógoromék, ők azt hiszem Morrisonsban vették, ami egy elég nagy ilyen bevásárló... központ itt Angliában, vagy ilyen, hát olyan is, mint a Tesco igazából, egy nagy shopping center. De meg lehet rendelni Amazonon is, úgyhogy ki akarjátok próbálni azt a ráment, azt a tésztát, szószos tésztát, akkor mert tudjátok rendelni ti is. Mi meg a japán ételeket, kultúrát, animét. Én az animét nem, érdekes módon. Engem valahogy az anime soha nem, az anime világa soha nem fogott meg. Szevasz, vádom! Lánc? Milyen lánc? Miről beszélsz, drága? Le vagyok maradva. Egyébként még mindig fut a szavazás a Roli Horror Show-ra, úgyhogy ha még nem szavaztatok, illetve be szavazás, ékezet nélkül.
És megkapjátok a linket a Discordunkhoz, ahol a szavazó szobában lehet szavazni. És elég sokszor használtam azt a szót, hogy szavazni. De a lényeg az, hogy holnap végre lesz Roli Horror Show, viszont még nem tudjuk, hogy melyik játék kerül kiosztásra. Esélyes, hogy a... gyerekek, mi a neve? Dead Space! Az vezet, tehát valószínűleg az fog nyerni, de ma még meg lehet fordítani a szavazásán a versát, úgyhogy hajrá, hajrá gyerekek! De csak sunyi van! Én is kérek palacsintát! A palacsinta jó! Közben, mert szerintem elkezdem összerakni a tudit, amihez szükségünk lesz darált kekszre, az nekem már megvan. A 225 g-ra, egész pontosan. Lehet kicsit több kevesebb, nem kell izgulni miatta. Szükségünk lesz egy formára, amivel majd belerakjuk a sütit. Én ehhez egy egyszerű kapcsos tortaformát fogok használni. Nem akarom, hogy nem valószínű, hogy épségben ide érne a palacsintad, egyébként cuki vagy. Ah, a Supermarket lánc, nem jutott eszembe a szó, az. Igen, igen, olyasmi, mint a Tesco, meg a Lidl, meg ilyenek. Szóval lesz szükségünk egy formára, kell nekünk vaj, amit már elővettem. Kell nekünk sűrített tej. Ezt Angliában úgy hívják, hogy condensed milk. Erről tudni kell, hogy ez az esetek 99%-ában már édesített, és ha jól tudom, ez is... Yep! Úgyhogy cukorra nincs szükségünk. Az eredeti recept szerint egy jel sűrített tejhez 4 lime-ra van szükségünk. Na már most nekem ez a sűrített tej egy picit túl édes, úgyhogy 5 lime-ot fogok hozzátenni. Azért nem kell aggódni, hogy túl folyós lesz a krém, ugyanis nem lesz tapasztalat. Összekötöm a gyerekek gyorsan hajamat. Ne úgyni. Ugye én 5 lime-ot fogok használni ehhez a recepthez, és szükségünk lesz még 3 deciliter tejszínre. És ennyi. Az egész. Semmi más nem kell hozzá. Egy reszelő nem árt. Meg egy deszka. Meg egy keverőtál. Nekem kell egy... ilyen kis rongyocska, hogy ne csúszkáljon a deszkám. De úgyni. Azért egy jó trükk, fogjatok egy vékony konyhoruhát, vagy valamit, nedvesítsétek be egy kicsit, és tegyétek a deszka alá, és így nem fog csúszkálni. Így a legbiztonságosabb. No, első lépésként lereszeljük a lime-ok héját. Nem is, hazudok. Először kimérünk 80 g vajat, amit meg kell olvasztani, csak ezt szoktam dobni a mikróba. Szögeld oda, szevasz, szervirus! Nem szögellem oda, mert őrkön fogom tenni a deskámat. Na Manu, de perverz vagy! Perverz vagy, te lány! Szóval szükségünk lesz 80 g vajra. Én javaslom, hogy igazi vajat használjatok, ugyanis a margarin az elég puha marad még akkor is, hogyha visszalehűl. Nem perverz, hanem huncutka! A fogalmazás kérdése, a lényeg ugyanaz. A vaj viszont, amikor le fog hűlni, akkor ilyen elég ugye, kemény állaga lesz, és jobban meg fogja tartani a sütinek az alját. Ugyanis az összetört kekszet össze fogjuk keverni a vajjal, és amikor a vaj lehűl és megszilárdul, akkor összeáll igazából a... Na, az pont elég lesz? Ebben 6! Nem mondod, hogy 4 g vaj hiányzik. Szóval amikor a vaj megszilárdul, akkor egy ilyen lap lesz igazából az összetört kekszből is megszilárdul és összeáll szépen. A margarin ez egy gyalázat, egyetértünk egyébként. És ne higgyetek el, hogy egészséges, rohadtul nem az, ugyanis tele van hidrogénezett ilyen szarokkal. Vajat egyetek, sokkal jobb.
még egy pici vajacska. 84, jó lesz. Nem van, hogyha picit több, jobban szeretem, hogyha kicsit vajosabb, de kevesebb ne legyen, mert akkor nem fog összeállni. Ezt bedobjuk a mikibe, erre már nem lesz szükségünk. Jöhet a leszelés, kisikó reszelő, természetesen. Szevasz, csak ez, mizújs! Igen, Roli megint csavarog, ül a popójára és vezetget. Majd valamikor délután 4 óra körül végez, vagy akkor én hazolod a bemesmitelt. És úgy néz ki, hogy jövő héten sem lesz itt sajnos a főzősó alatt. Úgyhogy velem kell beérnetek, srácok, bocsika. De jó lett van. Amikor lereszelitek a lime-nak a héját, arra figyeljetek oda, hogy egy helyen csak egyszer menjetek végig, ugyanis erre a fehérre nincsen szükségünk, mert hogy attól keserű lesz. Nekünk ténylegesen csak az a külső zöld, zamatos héja kell. Tudjátok, a héjában van a vitamin. Gyors lereszelem az összeset. Ránézek a vajra is. Csoda, jövő héten megyek, hogy ne legy ide, de szerintem nem érem meg itt a felmondási idő. Nem mondott hun! Hoppá! Jó lesz szerintem. Nem mondod, annyira gáz a melóban? Humbá. Az nem jó. Amikor reszeltek, figyeljetek oda, mert a tenyeretek bőre nagyon savanyú. És sós! Ugyanis a könnyetek sós. Úgyhogy ne reszeljétek le a tenyereteket, légy szíves. Szavasz Frankenstein! Mizu! Bírd ki! Mikor lenne az utolsó napod egyébként? Amikor augusztus elejét mondtál, ugye? Bocsánat, nagyon rossz a memóriám. Na, egész jó megolvadt már a vaj. Most egy picit félreteszem, mert nem akarom fölforralni, de még van benne egy-két kisebb darab. Ezt hagyjuk, hogy megolvadjon magától a langyos vajban. Mint hogy legyen benne fehér része. Van, aki egyébként nem rakja bele a lime-nak a héját, mert hogy nem szeretik. Ami szerintem butaság, ugyanis nagyon sok illóolaj van a héjában, amitől egyrészt rendkívül illatos lesz, másrészt ezek a zöld darabkák eszméletlen jól fognak kinézni a világos, nagyon halovány zöld krémben, és eszméletlen jó íze is van. Ezt félre a köpben, ez még kell, nem akarok. És fogok egy nagyon éles kés, és egy picit összedarabolom a héját, mert ugye most ilyen hosszú csipogva van. Amire nem az igazi ráharapni,
de hogyha felaprítjátok egy picit, akkor észre sem fogjátok venni a krémben, csak az ízét. Augusztus 8, szóval 3 hét, jól emlékeztem, igen. Ne, Hungbácsi, igaz van Venomnak, nem éri meg. Nem éri meg. Vagy izé, Narniának ugyanannyit kapsz, értem, mint egy normál emberé. Nem éri meg, hidd el. Akkor inkább pattanj le, menj haza. Szerintem az ajtót. Azért mondom, hogy nem tökéletes reszelés, mert ugye vannak rajta még 7 darabkáig, de nem akarom, hogy belemenjen a fehér része is. Meg ez így is egyébként nagyon sok már ez a héja, úgyhogy nincs szükség az összesre. Megélezzük a kis késem. Amit ma elég sokat fogunk használni darabolásra. Úgyhogy lesz még itt élezés. Hogyni. Ez jó is lesz. Jól néz ki nagyon. Mert ez a vénkébe. Próbálom megmenteni az összeset. Úgy. Na, szerintem megolvadt a vaj. De megám. Itt van a keksz. Beleöntöm az acsiba a vajat. Mert még minek koszoljok még egy edényt. Jól összerázzuk. Ami a kés, az szerintem nem akarom megbántani senkit, elnézést kérek gyerekek, hülyeség, pénzlehúzás. Nope, nem szeretem a kerámia a késeket. Ez ugyanaz, mint egy időben baromi nagy divat volt, hogy mindenkinek üveg vágó deszkája volt, ami elárulom gyerekek, szétbassza a késnek az élét. Nem jó. Higgyétek el, hogy nem jó. Hagyományos, rendes, edzett acél kés, ez például egy német gyártású kés. 8 éve használom, és tökéletes. Semmi baja nincsen. Azért a kerámia késre vigyázni kell, mert eltörhet, elpattanhat, blablabla. Az nagyon-nagyon kényes, ráadásul rohadtul drága is, és nem jobb, mint az acél kés. Vegyetek egy rendes, edzett acél kést, német vagy japán gyártmányút, és higgyetek el, semmi bajotok nem lesz. Ne higgyetek az ilyen divat hülyeségeknek. Na, ez a cucc, mehet bele az edénykébe. Na, nincs itt róli, most én csinálom a kupit. És ezt a vajas kekszet, ezt szépen eligazgatjuk az edény alján. Úgy, hogy legyen egy pici pereme. Nem kell neki sok, mert úgyis le fog jönni majd az edény széléről. De egy kicsi nem már. És jól lenyomkodjuk. Minél jobb van, annál jobb. Valószínűleg valamennyire szét fog esni, mert nem töltem teljesen simára a kekszet. De nekem jó lesz így. Ha azt akarjátok, hogy tökéletes, teljesen jól összeállt alja legyen, akkor nagyon-nagyon puhára, nagyon-nagyon finomra törjétek össze a kekszet, én csak nagyjából törtem össze a többek között, mert én szeretem, hogyha picit ropog. Csak arra, micsoda? A járvány idején 120-an vannak a szállodában.
Hát igen, ez Anglia, tehát járvány van, meg minden, meg most így a járvány vége felé most találják ki, hogy a boltokban kötelező legyen a maszk használat, de az, hogy a pubokban hétvégén a több száz ember minden egyes pubban részegen egymást ölelgeti, az nincs semmi baj, de a boltokban jövő héten maszkot kell hordani, mert hát az milyen veszélyes boltban lenni. No comment! Nakiri japán kést, nice! Ennyi, Cervinus. Ennyi. Hattori Hanzo, nem igazán ismerem ezt a referenciát Narnia, de hiszek neked. Gondolom, ez valami animés referencia. Hát nekem a legjobb késeim, a kedvenc késeim, ez a Geyser. Ez az egyik kedvenc késem. Ez ugye német gyártmányú. Ezen kívül a másik nagy kedvencem a Christoph. Az egyik legjobb márka a világon. Ez a kis gyönyörűség. 32 centis szakácskés. Nagyon szeretem a Victorinoxot, abból főként ilyen kisebb késeim vannak. Mert nagyon vékony az éle, nagyon stabil, mégis rugalmas, nagyon jó mindenre. És ezen kívül japán késeim vannak még, ez a cuki. Ami szó szerint cuki, nagyon szép hajtogatott acél, nem tudom mennyire látjátok. Ebből is van pár gyönyörű, szép késem. Nagyon, ez nagyon jó minőség, meg én ugyanúgy japán. Úgyhogy én ezeket tudom nektek javasolni, hogyha jó minőségű kést akartok venni. Tapasztalatból mondom, hogy ez a négy márka, ezek nagyon jók. Hattori, ez kardot csinál? Oké. Okay. Kardóban nem vagyok otthon. A Kill Bill-t nem láttam, gyerekek. Beállok a sarokba, hogyha kell. Én azt bírtam itt felénk, hogy lezárnak egy várost. Leszeszed a pubokat. Igen, tehát így az, hogy a pubokon az emberek, mondom, részegen ölelgetik egymást, és egymás hegyén hátán állnak, mint a heringek a konzervdobozban, az nem gond. Tehát azzal semmi probléma nincsen, azzal sincs gond, hogy a gyerekek visszamentek a suliba, és ugye ugyanúgy megy a suli élet, mint mindig. De az, hogy a boltba bemenj maszk nélkül, kötelezően, hát azt hiszem most már csak egy méter távolságot kell tartani egymástól, hát az kurvára veszélyes, gyerekek, úgyhogy 24-től kötelező a maszkot kell hordani mindenkinek, aki boltba akar menni. Ha pubba mész és lehányod a szomszédodat, azon nincs semmi gond. Kölykök össze-vissza ölgetik, meg köpködik egy, meg azon nincs semmi gond, de a boltba kell a maszk, gyerekekre. Köszönjük, Állam bácsi! Katarám nincsen, sajnos. De jó lenne, ha lenne. Viszont ha egyszer lesz katonám, az eredeti katona lesz, arra meg valószínűleg soha nem lesz pénzem, úgyhogy... Na, megvan a gyönyörűségnek az alja. Most jön egy kis facsarás. A lime-ról tudni kell, hogy nagyon kemény. Nehéz kifacsarni a levét. Úgyhogy mielőtt félbevágod, meg kell előszokodni egy kicsit, és sokkal könnyebben ki fogod tudni facsarni a levét, és több levet fog kiadni. Egy picit össze kell törni a rostokat benne. Sokkal könnyebb lesz. Na, még kettő. Ahogy né. Gyönyörű. Elővesszük a citromfacsarót. Milyen kis manuálisom van, de ez tökéletes. Lesz katonája, Roli túlórázni fog. Roli is annyira késmániás, mint én egyébként, hál' Istennek, úgyhogy... Jó lenne egyébként megtanulni katonával a gyümölcsöt szeretelni. Hát így. Értékelném, ha tudnék olyat. Na ezzel most elleszek egy darab, gyerekemre ezt kifacsolgatom. És igazából a maga a lime pie, szóval úgy hívják, hogy pie, de ez nem igazi pie egyébként. A tölteléke, maga a krém, az nem más, mint a lime-nak a leve, a héja, a sűrített tej, meg a tejszín. Ennyi.
összegyűjtjük a levet. Na, ebből lehet, hogy négy is fél is elég lesz, mert nagyon nagyok. Karom az mámos kivancál, ezért fáradva. De megéri, gyerekek, megéri. Szevasztalker! Hát főzni már nem nagyon fogok. Egyedül csirkét fogok lesütni. Csinálok Key Lime Pie-t, ami egy tradicionális floridai édesség. Recept. Éppen ahhoz facsarom most ki a lime-okat. Megcsinálok csirkés tortilla tekercseket. Ahhoz csinálok majd avokádókrémet, házi szalszát, valamilyen fűszeres tejföl öntetett, benne legyen száraz. Aztán igazából ennyi, nem nagyon fogok ma főzős kézni. Meleg van, gyerekek. Nem akarom befűteni meg a lakást. Ó, köszönöm szépen, jó. Jó, farom, akarom. Szia, Kemi cica. Mi újság, nagy lány? Próbálom bal kézzel, és ételem. Szerintem 4,5 elég lesz, úgy döntöttem. Szevasz, cica! Van nekem valahol egy közöttem. Gyúrunk hozzá, hallod? Ismerősöm, mikor Jiu-Jitsu 6. dannyát szerezte meg a nagymestertől, kapott egy katonát, azzal tette le a vizsgát. Az durva. Az durva. Igen, a katona az igazi, az eredeti, tradicionális, kézzel készített katona, az nagyon-nagyon ritka, és nagyon-nagyon drága, ugyanis kézzel készítik, és egyre kevesebb ilyen kard készítő mester van, aki a tradicionális módon el tudja készíteni a kardot, tehát tényleg így abszolút nulláról. Mmm, jó kis lecsó! Az jól hangzik! Nutellás nokedli! Jesus Christ! Soha nem ettem még nutellával a nokedlit! Komolyan! Eszembe nem jutott volna! Már ahogy főzöl, attól újra megéheztem, pedig az öletet sem. Bocsi, Frankenstein! Ó, bedrogoztátok a macskát? Én azt rendszeresen csinálom a csajokkal, ugyanis imádják. És hát rettentően cukik. Igen. Na. Már folyik ki belőle a cucc, de nem fogom tudni kibontani ezt a kupa konzervet. Tartalj. Jó felén. Nyitottam meg. Minden egyes alkalommal, amikor olyan konzervet sikerül venni, amihez kell a konzervnyitó, megfogom, hogy veszek egy másik konzervnyitót, de aztán mindig elfelejtem. Ugyanis ez elég fosti konzervnyitó. Basszátok meg! Nem fogom tudni kinyitni. Baszki! Pedig éles. Csak nagyon vékony a széle a konzervnek is. Ez a... Ah, sikerült megfogni. Yeah! Nagyon-nagyon vékony a konzervnek a pereme, és nem akart belakadni. Oké, jó lesz így. Megoldom. És rántott a sült krumpli fagyival. Fúj! Szevasz, Bruti!
Sült krumpli fagyival! Ez nem mondott komolyan. Amikor az amerikaiakból kinézem, azok tényleg kevernek mindent. A amerikaiak csinálnak olyat is, hogy fognak, náluk úgy van az ilyen tömb vaj, hogy ilyen fele, ilyen szélességű rudak igazából, azt bepanírozzák duplán, és kisütik, és megeszik a panírozott vajat. Undorító. Na, hihet a sűrített tej, mert nagy nehezen sikerült betörni. Ez rohadtul édes egyébként. Ugye eleve, ahogy besűrítik a tejet, az már alapjáraton egy kicsit édeskés ízű, de még adnak is hozzá cukrot. És én azért rakok hozzá egy kicsit több lime-ot, mint amely a recept ír, mert nekem túl édes. Jöhet hozzá a tejszín, 3 deci. Úgyni, szükségünk lesz egy habverőre. Arra figyeljetek oda, hogy ne vegyetek belőle a habot. Mert azt nem szeretnénk. Azért kell csak a habverő, mert az a sokkal könnyebb eldolgozni a nagyon sűrű, sűrített tejet és a tejszínt. Addig keverjétek, amíg teljesen el nem dolgozzátok a kettőt. Úgyni. Jöhet bele a lime-nak a héja. Már most jól néz ki. És most jön a csoda. Jön a lime-nak a leve, ami be fogja sűríteni a tejszín és a sűrített tej keverékünket. És először nagyon híg. De ahogy keveritek, érezni fogjátok, meg már látjátok is, ahogy besűrűsödik. Ugyanis a lime-ban lévő sav, citromsav kicsapja a tejszínt és a sűrített tejet is. Látjátok, milyen sűrű lett? Pedig nem vertem, csak összekevertem. Ennyi az egész. És ez még sűrűsödni fog. Ugye ezt most belerakom a torta formába. Ugye a kex alapunkra. Csak így az egészet úgy beleborítom. Oh, wow! Van nekem egy ilyen okos kis szerszámom, ilyen halitos spatula, amivel szépen el tudom egyengetni. És ezt be kell rakni a hűtőbe legalább 2 órára, hogy megszilárduljon a krémünk. És utána óvatosan körbevágjuk, levesszük róla a tortaformának a szélét, és már kész is van. Van, aki a tejszínnel, porcukorral, ezzel amazzal tálalja, én csak így magában tolom befele. Ó, nagyon fincsi. Megy a hűtőbe! Pillés, jövök! Na! Ennyi volt a süti, gyerekek! Lett. Micsoda? Ó, Schneider, szavasz! Köszönjük szépen a csatlakozást! Meg Torrente, hello, hello, szia Robi, szavasztok srácok, elnézést! Nagyon szépen köszönjük a hostot is! Szavasztok srácok, üdvít nálunk! De van follow alert! Annak fel kellett volna jönnie, amikor bekövettél minket. Thank you.
be van kapcsolva, annak elméletileg működnie kell, ha csak a Stream Elements-be nem tojt. Nekem volt, oké. Jó van, szuper. A tiszta kémia, igen, egyébként ez kémia. Ennyi. Hát én tanultok is valamit, miközben főzünk. De volt, hallottam is. Ennyi, oké, szuper, akkor van. Hello, Zizigi, szavasztok srácok, üdv mindenkinek. Én is pont van megyek mexikói étterembe, rég barátom. Oh, jó étvágyat nektek, imádom mexikói belgyereket, úgyhogy jéj. Narnia, már tegnap is kértelek, légy szíves, magyarul írj. Köszike. Na ide azt a tortát, gyere el érte newcomer. Jaj, Cervinus, én is akarok menni, te Cervinus, cseréljünk, megkapod a tortát, hogy megyek helyetet pecelzni, mit szólsz hozzá. Az lehet egyébként, Robi, hogy egy picit hosszú az alatt ez a neved, és nem írta ki az egészet, vagy csak így a része látszott belőle, elnézést kérünk, hogyha így volt, de üdvít nálunk, érezd jól magad, köszönjük szépen a csatlakozást. Na, kész a torta, gyerekek, ezt a lime felett, ezt félre rakom, ugyanis fel fogjuk használni. A kés leöblítjük. Gyors elmotyogatok, mert erre szükségem az gyerekek. Még így kevesebbet kell már mosogatni lehet végén. Hoppé! Egyszerűen már kimegyek titokon, kinyomozom, hol laktok. Newcomer, én már mondtam, ha ide találsz hozzánk, megfogtad az ajtón, esküszönt főzök neked egy hétig. Komolyan. Áú! Jó fogva a víz. Íz. A csirkét, ugyanis annak kell egy picit hűlnie majd. Becsengetek és what the fuck lesz, de úgyis. Igen, egyébként nincsen csengőnk, tehát nyugodtan csengethetsz. Hogyha becsengetsz hozzánk, akkor tudni fogod, hogy rossz helyen jársz, ugyanis nincsen csengőnk. Hát, Cervinus, nem. Igazad van, nem hagynék egy éjszakai pecát. Bármilyen közül a tortáért lehetsz. Mert akkor Loli befosik! Szevasz Gyuri! Szia! Na, gratulálok Robi! Hajrá, csak itt tovább! Imibának csak 24 ezer pontja van, azt hiszem. Úgyhogy még lehetsz első a havi nyeremi játékunkban. Hajrá! Igazából még csak 18-a van, úgyhogy még bőven van időt a gyerekek. Mi a helyzet Gyuri bár? Mi a helyzet gyerekek? Ki mit tervez egyébként hétvégére? Aztán tudjuk, hogy Cervinus pecázni megy. Nincs akarok. Na! Szükségem van egy kis szerpenyőre. Egy kis csirkecicire. Használhatok combot is, igazából. De nekem most csirkemel volt a pitőben. Csak. Ezt elrakom. Ogyni! Tíke! Én úgy szoktam, nem most rajta hagyom a bőrét, mert úgyis meg fogom sütni szépen, úgyhogy jó ropogós lesz. Úgy szoktam, hogy először levágom a kis filét, ami ez a kis lógó darabka itt oldalt. Ugye itt volt bent a csirkének a mellettcsontja. És utána visszalefektetem a csirke mellett, és szépen felszeretem. Csak nem elég édes a kisebb. Nem tudok, lehúzom róla a bőrt. Ezt külön megsütöm. Nyehe! Miért én nem a mához? Most
ilyen szép csíkokra vágom, mert szeretném, hogy nagyobb darabokban legyen majd a tortillámban. Kis tekercsben, ez tök jó lesz. Akkor már ilyen vastag, félbe vágom. Most tovább szeletelem. Jó, be fogjuk fűszerezni, picit csípőse csinálom majd egyébként. Mert hogy az úgy az igazi. Szávasz ki, amit itt a... Jöttél húsit kunyerálni? Ez a kis dagadt macska, ez nagyon tudja, hogy mikor főzök. És mindig jön húsit kérni. Szia! Köszik. Kis torkos macska. Szávasz, Firti! Na, a négyeset a tanulsz a vizsgát. Gratula! Ügyi! Nem akarok bunkó lenni, Robi, de lehet, hogy büdös az oknéd? Nem tudom! Érdekel most egyetlen macskám sem csinált soha. Nem tudom. Vagy csak tetszik neki, hogyha mozog az okniban a lábujjad, és játszani akar. Na, te vagy a második, Gyuri. Azt hittem izé, hogy Manó volt a második. LOL. Ahol én, Gyuri? Nope, ennyi. Flexerek. 10 kilós a macskát? Szegény. Szegényke. Hát ez mekkora már. A kis darab, amit ugye levágtunk. Levágom ezt a lifegű darabkát. És utána ugyanúgy felszeletelem. Jó sok lesz, mert Róli majd ebből visz holnap kaját. De tudjátok milyenek vagyunk. Mi annyit eszünk, mint három másik. Úgyhogy ez nagyon gyorsan el fog főzni. Még ezt is. Ennyi! És lehozzuk a bőri. Miau, miau! Miau, miau, cicája, kész még? Gyere, adok még egyet, babám. Köszönjük a bőrit. Tessék, dogi! Hogy dumdim! Tessék, cicája! Tudj! Fogyókúrára van fogva a macska. Effektíve. Hát nem nagyon kap csemegéket, meg ilyesmit, úgyhogy a nyers hús, meg a nyers hal az, ami csemege neki. Úgyhogy amikor főzünk, akkor mindig jön és kunyerál. Ja, közben ezt kapcsoljam be. Különben soha nem lesz kész. Hát szerintem, hogy két részletbe fogom megsütni a csirkét. Jó ropogós legyen. Kész, mi cicája? Kicsit inas. Tesszik, dogi. Tesszik, dogi. Ja, hogy Maine Coon, akkor nem csoda, hogy nagy. Az, hogy megvan. Igen, ennyi, Gyuri. Az ennyi, hogy megvan. Lusta voltam én az írásban, úristen. De jó, hogy... Miau, miau. Nem tudom, hallottátok-e, nyávogott a macska. Ez a nyekergés, ez a macska nyávogás volt. Keminek nem nagyon van hangja. Majd minden vágok arra, mert minden. Ez nincsen én. És amikor nyávogok, akkor ez a... Ilyen hangod ad ki. Nem tud nyávogni, cica. Tessék. Hogy? Érintős lámpákat? Az milyen? Tapizni kell ahhoz, hogy működjön, vagy mi? Érintős lámpákat.
hungaros drabolás. Gyors, elmosom a teszkát is. Többet itt zenek, hogy nyízzá. Megy a zene a háttérbe, elmenetileg. Szevasz, Tomi! Mizu, mizu! Üdv újra itt. Hogy smint. Jöttél a kajailatra? Hát akkor jó helyre jöttél. Éppen most kezdem majd elsütni a csirkét. Én kókuszolajon sütöm a csirkét. Ugyanis ez nem füstöl. Magas hőmérsékleten. És nagyon finom. Jó, van egy kis kanál. Most, amikor helyben volt olyan gázos tarjába beállt, csak alá. Ups. Ja, oké, bocsi Gyuri. Bocsi, én már elfelejtettem, hogy mit kérdeztem. Jókor adag kókuszolaj. Szükségem lesz a muzsára, ugyanis mexikai gából nem maradhat ki a koriander, azt majd még össze kell törnöm. Egy ilyen 4-5 darab bőven elég lesz nekem. Nagyon egy kicsit több. Ezen kívül kell hozzá bors. Jó sok. Főként azért, mert ez ilyen himalájai rúzsaszín só, ami sótlan só. Elég sok kell belőle. Fokhagyma. Használhattok frisset is, de én most lusta vagyok. És... paprika. Jöhet bele egy kis chili is. Ilyen chili flakes, ami hát nem más, mint szállított chili, csak nincsen összetörve. Én is jöttem a kaja büntire! Ennyi gyerekek! Az ott nem tudom kinyitni. Ilyen darabos chili. Ezt is kicsit összetörjük. Nem rakok bele sokat, mert... hát ugye, hogy megettük a chilis ráment, rólnak a gyomra egy kicsit ki van. És ez nagyon erős chili egyébként. Nyugkor adott paprika. Ha van otthon füstölt paprikátok, használjátok azt, sokkal finomabb, de nekem most csak ez a sima van. Jól összetörjük. Felmelegedett a sépenyő. És most jönnek a sistergős hangok. Kopogtak? Igen, én kopogtam.
Jól, összekeverjük, lesütjük. És kéti csirke. Ez nagyon kicsi lesz, gyerekek. Gyere szép. Hogy mi? Hát süljön. Meddig? Ja, kicsoda, gyalog. És ez valami elektronos vezetőjéssel dolgoztam, az igazi tagozás, az a gázos. Nem vagyok ott a tangolt tagozásban, gyerekek. Én traktor közöttem, amikor külök voltam. Az jó buli volt. Ugye én faluhelyen nőttem föl, meg ugye ment a gazdálkodás, meg minden, úgyhogy volt traktor, kombány, minden, amit el tudtok képzelni. De én a lovakat szerettem benne, úgyhogy azokra voltam rákattamba. De jó illatom. Közben idehozom, ami kell majd a szalszához. Valahogy nem volt a gyűnő. Itt van. Learattál egy 16 hektáros földet? Gratula! Nekem a kedvenc időszakom mindig a bálahordás volt, ugye mi tartottunk otthon állatokat. 90, ennyi! Figyelj, az is munka! Az is munka! Szóval tartottunk otthon állatokat, ugye a nyomi tenyészetek sejtést, volt szarvas morhányt jelölöm az. Ugye rengeteg szalmát meg színát használtunk el. Ugye a bálahordás volt mindig föl volt halmozva. Olyanokat játszottunk benne körökként, hogy valami jóban. Kedvencem az volt, ugye mi a tejjel tartottuk a teheneket, és ugye ahhoz, hogy finomabb, jobb ízű legyen a tehének a teje, meg egyébként is jót tesz neki, anyu még cukorrépát tettek a tehenekkel. Hát ugye mi termesztettünk, hogy eszméletlen mennyiségű volt otthon mindig, és az nagyon finom, gyerekek. Ugye a cukorrépa az, amiből a kristálycukrot csinálják, nagyon-nagyon-nagyon édes, eszméletlen finom. Mi a kártettek? Nem, teljes csukit gyártottunk, rendes tejet gyártottunk. Ó, oda nézzetek, gyerekek. Ó, de jól néz ki. Ah.
nagyon csecsel. Ugye kész is van az első adag. Ajaj! Miért? Nem akarom tudni, Tomi, de miért? Lila, a mi a tehén. Mesélj! Mert szólítja a kolomponyokat! Nem már! A lol! Szegény tehén! Ó, szegény! Na, ez szerintem készen is van. Hoppá! Átszorott egy cíke! Oh. Nyom, nyom, nyom! Csirkebőrét ezt visszarakom, mert ezt róla jól pogósan szereti. Az hadd süljön még. Még ki tud sülni belőle némi zsír is. Az a nézet, hogy milyen jó lesz ki. Nyom, nyom, nyom! Ebben még szerintem kell egy icipici olaj. Csak egy hangyapöcöknyi. Egyébként, hogyha fajitát akartok csinálni, ami ugye hasonló ehhez, ugyanezt a fűszerezést használhatjátok, csak azt ugye lesütik paprikával, meg ilyesmi. És úgy teszik tekercsbe. Ez csak egy picit másabb, mint ez. Úgy néhát süljön! És finci kis nyugamon. Ilyen nekiállok szerintem trancsírozni is. Kezdjük a szalszával. Hát ugye az elleszek egy darabig, kell hozzá két paradicsom. Egy jó éles kés. Jaja, kóstoló gyerekek, most linkelte be a hetes botunk. Kukoljatok fel a YouTube-unkra, ezzel a linkel pont a kóstolós playlistünket találjátok meg. Tegnap brutál csípős ráment ettünk. Ugye azt került fel a mai videóban. Ezen kívül ettünk már nagyon sokféle furaságot. Néhány udorító dolgot is, brutál csípőset, brutál savanyú, érdekeset. Hát ez a kedvencem! Ennyi! Úgyhogy érdemes végignézni a sorozatot. Azt hiszem már 34 videónk van fönt, úgyhogy van bőven mit nézni. Remélem tetszik, hogy gyerekek, hajrá, hajrá, hajrá! Ez a kedvencem.
sokára kész is van. Az a jó abban, hogyha ilyen vékonyra szeretelitek a csirkét, mert gyakorlatilag pillanatok alatt kész van, és nagyon gyorsan át tud jönni. Szóval, paradicsom, tenekeverőkkel, avokádók is félre tesszük. Az avokádókrémet fogjuk legutára megcsinálni, mert igaz, hogy le lesz takarva, vagy lesz benne lime, meg ilyesmi, de az avokádó az hajlamos gyorsan barnulni. Ugye akkor nem tesztek bele mindenféle kemikáliát, mint a boltba, és annyira nem szexi, hogyha be van. Úgyhogy ezt fogom legutójára megcsinálni. Paradicsom. Megadtunk két ezetét. Nem ez? Paradicsom. Úgy ezt a túrtam, hogy minden gyerekek, hogyha vágom a közepét. Így. Mert hogy föl fogom tutmozni az egész paradicsomot. Ez is. Nem fogom kiszedni a magját, meg a levét, mert hogy attól az igazi, nagyon sok íz van benne, és nagyon finom. Egyébként se dobnám el, de most minek szedjem ki belőle, hogyha így is úgy is megeszem, és nagyon finom tőle. Meg ráadásul nem lesz száraz a szalsza, annál rosszabb nincs a világon. Mindezt meg lehet csinálni a robotgépben is, de nekem nincs a robot rabszolgám, meg szeretek darabolni, azért nincs a robot rabszolgám. Úgyhogy én kézzel fogom azt darabolni. Hogyha ezt a módszert akarjátok csinálni, akkor egy olyan kést vegyetek, aminek van legalább egy kis íve itt a végén, ugyanis így tudtok majd vele így szeretelni, hogy mennyire lehetetek is állok. És ennek pont az a lényege, hogy ezt a mozdulatot fogjátok tudni végezni is. Ezzel most összefüggetett tudni, hogy mondta az egészet volnélkül. Itt a festék, stb. Igen, csak hogy zöld maradjon. Ennyi. Az a baj Narnia effektíve, aki nézem sírkét, hogy ugye mi 3 gépről streamelünk, ha kettőről, amikor Uli egyedül játszik. Ugye nekünk van 2 gamer gépünk, meg van a streamer laptopunk, és ténylegesen a laptopról fut a stream. Úgyhogy ha lennének is hangalertek, és azért nincsenek igazából komolyabb hangalertek, azt nem halljuk, mert ugye az külön gépen fut. Úgyhogy ezzel nem tudjátok ijeszgetni sajnos Rolit. Bocsász! Szevasz, csikabiga! Halló, Jenő! Sziasztok! Szevasztok, srácok! Mizu, mizu! Na, ez készen is van. Nagyon szexi, szexi, szexi! Kiszedem. Hadd hűljön. Ez fincsi lesz, gyerekek. Már meleg van, pedig alig ment a tűzhely. Jaj. Egy kis ajándék. Ennyi. Gratulálok, gratulálok. Dallam tapadásom van, hogy azt csak nézd. Dallam tapadásom, az mi? Isten csiga. Mi újság, mi újság veled? Mellesleg, én azért sem szeretem a robotgépen készíteni a szalszát, mert én szeretem, hogy egy kicsit darabos. És ugye így, hogyha kézzel trutymózom össze, akkor én tudom meghatározni, hogy mennyire legyen darabos, mennyire legyen pempős. Nem szeretem az agyon a pempősített szalszát, az olyan meh.
ez nem az igazi. Ugyanis a tradicionális szalsza is kézzel készül. Esetleg mozsárban törik össze, ami igazából szokványos Mexikóban, de ugyanígy kézzel is darabolják, mint ahogy én is. Hogy majd megmenteni a levét is, amennyi csak lehet. Úgyni. Mi lehet a következő pomodicom? És igazából így is pillanatok alatt megvan. Főleg, hogyha jó éles a késetek, akkor nem tart sem eddig. Óvatosan, mert a paradicsom szeretek azért csúszkálnak egymáson. És hát húst nem szeretnénk a szalszába. Óvatosan a kezetekkel. Én nem teszek bele hagymát. Ezt kihangsúlyozom, ugyanis én nagyon nem szeretem a hagymát, de az eredeti szalszában van hagyma. Azt is ugyanígy nagyon apróra trutymozzátok föl, és ugyanúgy keverjétek bele. De én nem rakok az enyémbe. Majd lehet, hogy Rolynak csinálok külön egy kis hagymás verziót, vagy csak szeletelek föl neki hagymát, még nem tudom pontosan. De én nem rakok bele. Ugyané? Ja, van még három szelet. Ne kapkodjak. Gyerekek, kezdek nagyon éhes lenni. Alig várom már, hogy kész legyen. Lesz. Van benne egy kis pempős rész, vannak benne nagyobb darabok, tökéletes. Jöhet bele egy kis cucumber, azaz uborka. Olyan van a válasz mindenre, de nem szerintem azt mondod, hogy mindenki elbukja a zsetonját, mi? Biztos vagyok benne. Csika is fixen, csalik! Szevasz Leila, szia-szia, most látom, hogy te is itt vagy. Szevasz tök srácok, üdv mindenkinek. Úristen. Na, rakok bele egy jó kora darab cucumbert. Szeletelek, teszem róla a műanyagot. Én agyrákot kapok attól, amikor látom, hogy valaki meghámozza az uborkát. Nem tudom, hogy miért csinálják ezt az emberek. Felesleges gyerekek, higgyétek el, az uborka héjának pontosan ugyanilyen íze van, mint az összes többi részének. És eldobjátok az uborka egy harmadát az, hogy meghámozzátok, úgyhogy ne szedjétek le a héját. Egyétek meg! Fidzsi! Felszeleteljük. És felállt, hogy mozzuk. De egy kicsit könnyebb, mert nem csúszik annyira. Mint a paradicsom. És mindjárt néz, levágom az ujjam. Imádom az uborkát, gyerekek. Nagyon fincsi. Olyan kis frissítő illata van. Uborkás vizet ittatok már? Rohadt finom egyébként. Miki üzeni, hogy multimilliárdosok leszünk, és szeretnénk
házi szokásaink lennétek Rolival, persze jól fizetünk majd, amúgy a gombcső palacsintát csinálni. Benne vagyok, Manó! Ha multimilliárdosok lesztek, nagyon szívesen főzünk nektek Rolival. Ennyi. És kérek az amerikai palacsintába. A másik csaló is! Nania, igazad legyen! Legyen holnap all in, és legyen holnap dupla. Úgy legyen! Szabadon foglak. Jaj! Szarad zborka! Még egy picit kisebbre akarom majd őket vágni. Még egyszer! Tutymózás. Kedvenc részem egyébként. Alternatívaként egyébként, hogyha nincs kedvetek szenvedni a cukorka aprítással is, azt nyugodtan le lehet reszelni. A végeredmény majdnem ugyanaz. Én szeretek úgy húzni. Szia, Roli! Azért kék, azért zöld neked is a neved, hogy nem láttam eddig, hogy írtál. Szia, szia, mi újság! Varázsteg varázsköntös, Roli. Igen, az nyugavarát nagyon bejött egyébként. Én mindent szétdarabolok, de ezt Roli tudja. Ez egyébként nem újdonság nála. Készom már a torta, Roli, már hűl. Már bent van a hűtőbe. Hogy telik a napod egyébként? Szerintem ez jó is lesz így. Kicsit pempős, kicsit darabos. Hol néz ki? Mehet a mindenbe. Paprikát nem rakok bele, mert holnap ezt viszi majd Roli a melóba kajálni, és nem nagyon bírja a paprikát a gyomra. Úgyhogy külön fogom szeletelni a paprikát, amit én bele fogok rakni az én tekercsembe. De Roli, hogyha akarja, akkor majd kihagyhatja. Ja, nagy a darabolással itt meg is vagyunk. Kell még hozzá egy kis chili. Ez volt a cél. Ennyi, úgy. Hát, Csiga, hajrá! Érj be a top 3-ba, úgy legyen. 3200, azért nem kellett volna all-in-ezni. Helye Bálint, szia-szia! Mi újság, hogy telik a hétvégén? Tényleg Narnia verhetett? Igen, Narnia... Effektíve Narnia bukta eddig a legtöbbet egy összegben az all-innel. Ez így van. Így van, top 1-ből all-in volt és el is bukta az összeset. És most már Imibá vezet nagyon durván. Tehát így. Csak valószínűleg harmadik leszel. Manó, hol az önbizalom? Ugyan már, ne add föl, csaj. Kell egy kis petrezselyem zöld. Tradicionálisan kellene bele koriander zöld. Nem kellene, de ugye mivel a meszkolyvezőt csináljuk, így effektíve illene, mert ők mindenbe koriandert raknak. Én viszont nem szeretem a friss koriander zöldet, úgyhogy nem rakok bele. Viszont ehelyett rakok bele friss petrezselyemet. És teszek bele egy kis borzsolikomot is.
Tényleg Narnia! Lehet, hogy ezt megkérdeztem, én nem vagyok benne biztos, hogy te fiú vagy, vagy lány? A neved nem sokat árul el. Csak kíváncsiságból. Nem is tudom, valamelyik nap gondolkoztam Rolival. Valahogy szóba került. Nem akarok belepofázni, szerintem a Narnia című fi... 20.003-as? Az biztos, hogy nem csiga. A Narnia című film biztos, hogy nem 20.003-as. Csak szólok. Á, fiú vagy, oké. Okay. Mi csak azért vezet, mert buktam az első helyet, az indított el a labinál. Hát figyelj, Iminek több mint 20.000 pontja van. 23.000 pontja van, azt hiszem. Tehát így... Imi a cheater gát, ő verhetetlen. Ne, newcomer, mindenki nulláról indult. Mindenki nulláról indult, Imi is nulláról indult. És mégis. 2003 községben én azt csináltam. De jó van. Nem baj, Narnia, majd a megmaradt pontjainkból elmegyünk. Jár a szigetre, mert ezt én törülnék hú végén. Ennyi. Lol. Oké. Okay. Jó van, gyerekek. Jó van. Szövidek itt a kis terveket. Szóval felaprítjuk a petrezeinet. Jó, imádom. Ropog. Oh. Vinci! Ezt itt csak úgy nagyjából. Hozzá rakhattam volna a csilit is. Na mindegy, majd külön főt úgy mozom. Ez is mehet bele. Jöhet egy szép csili. Hát azért az a két duplázás az elég sokat nyomott alatba. Tehát... Egy egyszer 10.000-ről duplázott 20.000-re. Azért az nagyon durva. Gyerekek, az nagyon-nagyon durva. Nem tudom, valahogy ráérez, hogy mikor kell ollinálni, és megy neki a dupla. Valahonnan tudja, hogy kell csinálni. Nem tudom, hogy. Kiszámolta az algoritmus, kitelik tőle. Egyébként csak szólok. Ki kell csak a 15 szunkítás, hogy jönnek a pontok. Busmanózni, hajrá! Köszi szépen, Roli, kitartást, vigyázz magadra nagyon. Szia. Nem érzi, csak csal. Én mi a cheater girl, de őt így szeretjük, gyerekek. Minden jó csapatban kell egy profi cheater. Ez így működik. Nem rakok bele szintén ebbe se sok... egy kicsit csili kell bele, de nem akarok bele sokat rakni, mert nem tudom, hogy Roli pocia hogy fogja bírni, és ugye, mint említettem, ezt mellóba fogja vinni. Én nem akarom, hogy szegény szenvedjen, de egy kicsi kell bele. Egy pici cipősz kell bele. Innyitől szerintem még nem lesz baja. És jó, apróra összevágjuk. Szép piros a leve. Csillen. Nagyon fasza. Jöhet bele néhány bazsalikom. Levél is. Elég szomorú állapotba sikerült megvásárolnom ma reggel, de hát ez van. Hogyha friss bazsalikomot használtok, arra vigyázzatok, hogy ilyen törött levelet ne használjátok, mert ez keserű lehet. Tehát csak a friss, szép leveleket használjátok. De ez. Meg ez egy kis picik. Nem kell bele sok. Ugye a bazsalikom az nagyon erős. Ennyi elég is. Szépen egymásra rakjuk a kis leveleket. És óvatosan felszeleteljük. Ehhez javaslom, hogy jó éles kést használjátok, mert minél kevésbé törjétek össze a bazsalikomot, annál kisebb az esélye annak, hogy keserű lesz. Ennyi. Úgy jólata van. Oh. Nagyon. Ah, oh, nagyon jólata van. Imádom bazsalikom a gyerekek.
jöhet bele a maradék fél lime-unknak a leve. Úgyni, ezzel már nem is. De lesz még szükségünk, hozzadok. Hoppá, enyedi Newton 140, az szép! Zsetond, gratula, opá! Ennyi! Erre meg viszél 200-at. Ups! Csiga cheat, hát nem tartott sokáig. Akkor ez most hashtag nyugkömő cheat. Csak hogy tud valahogy. Jaj, ne már! Gyerekek, gyerekek! Jól megsózzuk! Nincs rosszabb az ízetlen szalszánál. Gyerekek, kihagytam a legfontosabb hozzávalót! Sajsze! Ha milyen munka ez már, ezt kell. Természetesen. Ah, annyira cukik, én is imádom, Manu. A fokhagyma, gyerekek, hát kimaradt a fokhagyma. Hát micsoda munka ez, Eszti. Jó pittyed. A gomba is a majonéz. Hát a majonéz, azt valamennyire támogatom. Szökévente egyszer eszek majonéz, gyerekek, szerintem. Szerintem az olyan, ne. Hát így most így, olaj. De előveszem, Antomi, de előveszem. De előveszem. Azért használok ebbe frisset, mert sokkal jobb. Tehát itt nem lehet lustulni. Ha jó szalszát akarsz készíteni, nem lustulhatsz, ahhoz kell a friss fokhagyma. Meg majd a tejfölös öntethez is friss fokhagymát fogok használni. Hát elővettem, gyerekek. Elővettem, itt live-ba elővettem. Jó, apróra fel tudj hozzuk. Ez viszont tényleg nagyon apróra, gyerekek. Jól el tudjuk keverni, és mindenhol legyen. Nincs a fokhagyma nyomó, mert hogy eltörtem. Ups. Ennyire erős vagyok, gyerekek, eltört a kezembe a fokhagyma nyomó. Úgyhogy én trutymózok. A tejfölben majd le fogom reszelni, mert ugye ott kisebb lesz. Vagy lehet, hogy majd le... pempősítem majd a mozsárban, nem döntöttem el, de a szalszába ez a darabolt verzió most tökéletes lesz. És ez jó fokhagymás lesz, gyerekek, tehát így. Aki nem szereti a fokhagymát, az nem fog tudni megmaradni a közelemben, hogy biztos. Írni. Én mi vagyok jó, ahogy vagyunk, gyerekek. Fémből volt, aha. Ja, rendes fémfokhagyma nyomó volt, és így... Hú, szószban a mozikban. Ó, Manu. 16 éve nem lőnök, nem ajánlott. 18 maradjunk annyiban. Főleg, hogyha még elő is veszem. Gyerekek. Hú. Na. Ez meg is van. Jól összedolgozzuk. Ó, de jól néz ki. Ha raknék bele paprikát, akkor ugye az sárga kaliforniai paprika lenne, tehát a színe sokkal jobb lenne, mint most ennek. De mint említettem, nem akarom kikészíteni holnapról a gyomrát melóban, úgyhogy paprikát nem rakok bele. Ehelyett majd a tekesbe fogok
rakni néhány szeletet, úgyis jó lesz. Aki krémesebben szereti a szalszát, természetesen letrutymózhatja jobban. Én viszont így darabosan szeretem. Nem. Az avokádó krém az ugye krémes lesz, a tejfő krémes lesz, úgyhogy kell, hogy legyen benne valami roppanós, valami nem krémes. Szia, Leve Mizós! Ahogy az úcsipős lett. Még egy picit sótlan, de amúgy nagyon finom. Egy ilyen kis mini chili igazából. De jó erős. Kell valami szilárd is, azaz, úgy. De felőlem lehet akár Elek, Kálmán, Tamás, mindegy. Na, ezt berakjuk a hűtőbe. Jöhet az avokádó krém. Pillésével. Lehoztam már a sajtot meg a tejfölt is, ne kell rohangálni. Van valahol vizem otthon. Szalag című közepesen ismert streamer. Nincs az esnap lente. Másik befületen azt mondod? Hát ja. Ugye Leila, én annyira ki tudok tőle akadni, amikor elmegyek valahova enni, a mexikói étterembe, és amikor hoznak szalszát, akkor hoznak ilyen paradicsomos krémet, és ez így, what the fuck, ez nem szalsz a gyerekek, ez így. Nem tudja átírni, Csiga, csak én tudom átírni. Komárnak nincs hozzá a férése. Most jön, nem eszik Baby Popit, de nem ám. Kiköpült. Na, avokádó. Ezek eléggé meg vannak gyalázva, csak ilyet kaptam. Ahol, várjátok, a pöntőben van még egy. Azt már megettem. Na, aki nem tudja, hogy hogyan meséljön avokádót, egyrészt ne nyomkodjátok, mert hogyha még zöld, akkor az, ahogy megnyomjátok, ott megsértitek, és attól lesz fekete foltos. Úgyhogy ha meg akarjátok nézni, hogy puha-e, főleg, hogyha ilyen rücskös héjú avokádót kaptok, ennek a héja nagyon vastag. Nem tudjátok megállapítani, hogy elég puha-e. Abból tudjátok meg, hogy kellően érette, hogy itt a végén ennek már hiányzik, mert ugye én megnéztem őket. Hát van egy ilyen kis gombocska. Aminek nincs a végén a gombocska, azt ne vegyétek meg. Amikor leveszitek, akkor nagyon simán lepattan, és alatta ilyen szép zöldes az avokádó színe. Nem tudom, mennyire látjátok. És hogyha kőkemény, tehát hogyha így megfogjátok, és egy picit megnyomjátok, de ne erősen nyomjátok meg, akkor, hogyha nem gumis a érzésre, akkor jó. És hogyha itt a végéről ez a kis gombocska gond nélkül lejön, akkor jó lesz az avokádó. Tehát nekem mindegyik szép zöld. Ha az barna, vagy szürke, vagy ilyenek, akkor ne vegyétek meg az avokádót. Így is előfordulhat még, hogy meglepetés ér benneteket, mert az avokádó már csak olyan. De ha fogjátok egy éles kést, én itt a vékonyabb felénél szoktam először bevágni, így középen. Egészen a magig, és utána csak körbeforgatom a mag mentén a késírét. Megcsavarod, leveszed. És látjátok, tök jó puha. Tökéletes. És ennek tök pici a magja egyébként, úgyhogy yay! Vettem már olyan avokádót, ami ilyen hatalmas nagy, ez az aligátor
annak az a neve, ennek a rücskös bőrűnek aligátor volt, ilyen nagy volt, és a peremén volt ilyen pici hús, az egész mag volt az avokádó, akkor nagyon szomorú voltam. Azt ilyen kutya kibaszás, gyerekek. Tadám! Ennek is pici a magja. Yay! Jó sok avokádó krémünk lesz. Egyél mexikói te is, Angudra! Egyél tortillát! Felnőttként született! Jézusom, csiga! Ha nem gumis, akkor jó. Igen. Ez így van, gyerekek! Ez mindig így van! De te vagy a legperverzebb csiga egyébként. Utána, szerintem. Na ez, ez kibaszás. Látjátok a másikhoz képest? Ez az avokádó, ezt szeretem, ez a kurva anyád. A magját meg úgy tudjátok kivenni, legalábbis én úgy szoktam, hogy úgy fogjátok meg, hogy minél hátrébb, annál jobb, mert akkor nem fogjátok belecsapni a kezetekbe a kést. Tegyétek a maghoz a késnek az élét, jó éles legyen a kés, és üssétek bele. Tekerjétek meg. Tadám! Ez az egyik módszer. Ez a nem túl biztonságos módszer. A biztonságos módszer, megfogod az avokádódat, és még egyszer félbe vágod. Így le tudod venni a negyedet, és a másik negyedből ki tudod venni a magot. Ez a biztonságos verzió. Az avokádó húsáról tudni kell azt, hogy rohadtul csúszós, úgyhogy óvatosan bánjatok vele, gyerekek. Na, szükségem lesz egy keverőtára. Na, Anya sokkal pervezebb, mint én. Leila, nálam a perverzség szintje attól független, hogy volt-e picsi-pacsi éjjel, vagy nem. Csak szólok. Nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva fantáziában. Az a nagy a golfabda belseje! Igen, tehát az a brutál nagy avokádó, amit jó múltkor vettem, az ilyen nagy volt. Tehát így fogtam az avokádó felét, és ilyen vékony volt a külsején a hús. Az egész magja akkora volt, mint ez az avokádó. Tehát az ilyen nagy maroknyi avokádónak ilyen nagy volt a magja. Úgyhogy az avokádó 90%-a mag volt. Ami sajnos előfordult, tehát ezt addig nem tudod, amíg ki nem nyitottad az avokádót. Na, van, aki egészben kikanalazza az avokádók felét, én mivel ugye krémet akarok belőle csinálni, így egyszerűsítem a dolgomat. Először bevagdalom. És utána kanalazom ki, és könnyebb lesz lepentősíteni majd. Tadám! Negyednél is ugyanezt meg lehet csinálni, csak nagyjából bevagdaljátok, a kezeteket ne vágjátok el. Nagyon jó kis puhák. Ja, a másik meg az, hogyha megfújjátok az avokádót, és atompuha, azt ne vegyétek meg. Az vagy túlérett, vagy olyan szinten meg lett már nyomorgatva, hogy tönkrement a belseje, és olyan a fekete tújtmós izé. Azt ne vegyétek meg, ami túl puha. Nyugom el. Meglátod, ebből megint bukta lesz, csak szólok. Hát, hogy csókos. Meg kell lékelni a helyszínre. Hát nem hiszem, hogy annak örülnének a boltban, hogyha meglékelnéd a helyszínre az avokádot. Ez olyan, mint a sárga dinnye. Azt se lékelik majd. Az jó sok krém lesz. Oh, ezt Ika nagyon-nagyon szereti. Pirítóson, bugyantott tojásra. Uff, de jó az.
utolsó dinnye. Úgy né? Nem, a sárkányban nincsen 90% mag, ez igaz. Viszont az is lehet budjant. Sose ettél avokádót? Léla! Guacamole-t csak kóstoltad még? Tehát így, tudjátok azt, amit lehet venni, ezt a bolti verziót a tortilla chipszel, vagy ilyesmi. Neked is kívánta az életedben az avokádó? Gyereke pedig istentelen finom, komolyan. Ó, oh, padlizsán krém, azt a mindenit, ú, de szeretem, gyerekek. Oh, ezért, Samudra, otthon nem népszerű, de itt Angliában igen. A Levi, te ettél már tapenádét? Tudod, mi az a tapenáde? Pirítós a teavaj, az is jó. Tartár, vagy tatár. Ó, oh, de jó az, igen. Még a neve is guacamole. Pedig nagyon finom, gyerekek. Higgyétek el, nagyon-nagyon finom. Én ugye nem tradicionális guacamolét fogok csinálni, ugyanis szerintem az gyalázat az avokádóval szemben. Ugyanis raknak bele vörös hagymát. Kurva sokat. Elnézést a kifejezésre, de tényleg. Meg raknak bele friss koriandert is. Kurva sokat. És mind a kettőnek rendkívül erős íze van, tehát gyakorlatilag elnyomják az avokádónak az eredeti ízét. Ez a verzió viszont, amit én csinálok, ez pont, hogy kiemeli az avokádónak az ízét, és isteni finom, gyerekek. Azaz. Azaz a fekete oliva krém. Oh, gyerekek. Oh. Aki szereti az oliva bogyót, és szereti mi az már a fekete oliva bogyót, egész pontosan a kalamata oliva bogyót, ami nem is igazán fekete, mert van az a teljesen fekete, ez inkább ilyen sötét barna színű, az keressen rá az interneten, nem tudom, hogy otthon lehet-e már kapni, tapenade az a neve, ami abból az oliva bogyóból készült krém, és azt általában pirítósra szokták enni, ugyanúgy, mint a humuszt, meg ilyenek, és isteni finom, gyerekek. Rettentően, elszméletlen, kurva finom. Igen, a neve az elég érdekes, a neve az elég érdekes. Ha valami krémes és zöld, az nekem a fenyőmagos pesto, az is nagyon finom. Az is nagyon-nagyon finom, mert én imádom a pestót. Múltkor láttam egy olyan pestós tészta receptet, az egyik ismerősöm küldte el nekem, ami állítólag a Google keresőben a legelső, legjobban kedvelt pestós tészta recept, és majdnem eldobtam az agyamat, gyerekek. Ha valaha pesztós tésztát csináltok, légy szíves, fogadjátok meg a tanácsomat, és ígérjetek meg nekem, hogy soha, de soha a büdös életben nem főzitek meg a pesztót. Nem szabad. Nem szabad. Annak a receptnek az volt a lényege, hogy főzd meg a tésztát, fogd a serpenyődet, hevíts benne olajat, dobd bele a pesztót, sűsd egy percig, tedd bele a tésztát, és forgasd össze. Nem szabad. A pesto úgy jó, ahogy van. A pestót nyersen szabad enni. A pestos tésztát úgy csinálod, hogy fogod a kis pestorot, hogyha tudsz házit készíteni, az a legjobb. Van egy nagyon jó receptem, hogyha valakit érdekel. A tésztáról leöntöd a vizet, és még a forró tésztára kanalazod rá a pestót, összekevered, és kész. Nem kell főzni. Nem is szabad főzni. Ne higgyetek az ilyen hülyeségeknek. Nem szabad. Micsoda, ha valami tikka megy, az milyen? Tikka megy. What? Az az oliva bogyó, a tikka megy. Hala teszik fenyőmaggal, majonézzel és gombával. Hát így ez a kombó az nekem nem igazán jönne be. A majonéz az kimaradhat, de az összes többi jó. De még ettem a halad gombával, jó az. Még az a gombás rizsel, uff, az kurva jó. A sajt kimaradt, igen. Ó, Manó, ne kínozz. De majd megnézem mindenféleképp. Szevasz, Prime, köszi szépen a hostot! Kaptunk múlt héten a boltostól gratis, azt sem tudom miféle. Oh, lol, gyerekek, én nagyon imádom a halat. Ú, de nagyon szeretem a halat. Ó, oh, nagyon-nagyon szeretem a halat. Na, só, jó sok, bors, mindenféleképp. Ezen kívül, lime. Nakahéja és a leve. Mert hogy nem pocsékolunk.
megint egy picit össze darabolok, hogy ne legyen túl nagy, meg így ugye jobban el lehet keverni, hogy minél apróbb. Aki persze szereti a friss koriandert és szereti a friss hagymát, nyugodtan tegyen bele. Ugye az az eredeti a guacamole recept. De az elnyomja az avokádó ízét, úgyhogy nem javaslom. Ez a sütőtünk itthon halad, de elvileg epic lett. Na! Miután... Szerintem zed volt. Ugye a legjobb pesto, ha nem az alapra megy, hanem dobsz a kész pizza tetejére, ég és földözik. Így van. Ugye a bazsalikomról tudni kell, hogy egyrészt nagyon kényes, tehát ez az úgynevezett puha levelű a zöld fűszerek közé tartozik. Ezt látjátok is, picit megtörik a levele, rögtön megfonjad, és ez a rész, ez a része a levélnek, ami meg van törve, ez már kesernyés. És a bazsalikomról tudni kell azt, hogy az ízanyag, ami benne van, amitől ténylegesen a bazsalikom íze van, az hőre lebomlik. Tehát, hogyha főzitek, akkor gyakorlatilag elfőzitek a bazsalikomnak az ízét. Ennyi. És a pesto az úgy jó, ahogy van. Nyersen. Full nyersen. Éppen ezért, mert a pesto az nem más, mint ízesített bazsalikom krém. Gyakorlatilag. Úgyhogy higgyétek el nekem, nem akarjátok felmelegíteni. És hogyha pesztós pizzát rendeltek, mint ahogy Csangudra is mondja, az égszelemére ne engedjétek, hogy az aljára kenjék, mert ugye, hogyha pizza tetején van közvetlen, és arra pakolnak rá mindent, és úgy megsütik, mire megsül a pizza, addigra nincs a bazsalik a pizza. Azt a tetejére kell csöpögtetni, és kész. Szevasz, Dragon! Hellóka! Üdv mindenkinek egyébként, akinek még nem köszöntem. Sziasztok, srácok! Érzem, először sütöttem szelet... nem sütöttél még szelet halat? Hát akkor örök neki, hogy jól sikerült. Nem tudom egyébként, a ponty is meg hatalmas, de lehet, hogy ez busa volt. Abból szoktak ilyen nagy patkót vágni még. Mindig felfalod nyersen, esélyt nem adsz neki, frissen capkodószal. Úgy-úgy! Az úgy reggel nagyon szeretem a sushi. A következő főzős alkalmával, amikor itt hol lesz Roli, akkor fogunk sushit készíteni, gyerekek. Általában tabaszkot szoktak belerakni, vagy friss csípős paprikát. Én most habanero szószt fogok belerakni. De csak egy nagyon picit. Én imádom a csípőset, gyerekek. Minél jobban csíp, annál jobb. Viszont itt az avokádónak az íze a lényeg. Az csípőség, meg a paprika, az csak azért kell, hogy intenzívebb legyen az íze. Úgyhogy tényleg csak egy-két csöppet rakjatok bele, mert különben el fogjátok nyomni az avokádó ízét, és most ugye éppen arra hajtunk, hogy kiemeljük az avokádó természetes ízét. Ennyi bőven elég bele, mert ugye ez kurva csípős, ez 350 ezeres a Choville skálán. Ami, hogyha nem tudjátok, a paprikák erősségét mérő skála. Az átlag tabaszkó az 5000 és 7500 Choville között van. Ugye, mert többféle tabaszkó van. Ez 350 ezeres, tehát ez kurva erős. Ennyi! Össze kell törni, össze kell keverni, meg kell kóstolni, hogyha nem elég ízes, akkor még lehet ízesíteni. És ennyi! Az igazán jó avokádó krém. De én meg hülye vagyok, mert világos harapodok, holott ezzel sokkal egyszerűbb. Neski! Jó sok lett. Direkt hármat vettem. Az utóbbi időben, amiket vettem avokádókat, mindegyiknek nagyon nagy volt a magja, és alig volt húsa. Gyújtottam bele, hogy inkább veszek hármat, hogy tutira menjek. De mindegyiknek elég kicsi volt a magja, úgyhogy most jó sok avokádó van. De nem baj, el fog fogyni. Lejle csapkod, ha a sushiához nyúlnak, én is egyébként. Nem ettél sushit? Tomi! Hát,
ha egyszer lehetőséged van arra, hogy sushi tegyél, javaslom ne az olcsós, szupermarketes verziót kóstold meg, mert azok általában nem az igaziak. Hogy ha egyszer sushit szeretnél enni, akkor menj el egy jóféle sushi étterembe, és ott próbáld ki a sushit. Egyrészt, mert biztonságosabb, ugyanis az igazi sushi az nyers halból van, és nem lehet tudni, hogy a szupermarketben hányszor címkézték el. Másrészt sokkal finomabb. Tehát, hogyha olyan helyre mész, tehát egy japán étterembe mész, ahol ott helyben készítik a sushit, akkor fogod megkapni úgymond a majdnem teljes sushi élményt. Hidd el, megéri. Nem olcsó, de nagyon-nagyon finom. Na! Itt megint ez az én szokásom, nem szeretem teljesen tempősre összetörni az avokádót, szeretem, hogyha vannak benne kisebb darabok. Szerintem autentikusabb, ahogy volt kollégám mondaná, ennyire bőven elég. Letisztítjuk a tálat. Milyen szép. Új! Esztike! Kimarad belőle a petrezselyem? Én szoktam bele petrezselyemet rakni, mert ugye nem rakom bele koriandert. Nézem, valami hiányzik. Hiányzik belőle a zöld. Kell még bele egy kis zöld. Mellesleg a petrezselyem ugyanúgy nagyon jól kiemeli az avokádónak a természetes ízét. Melegen van, gyerekek. De én nem is főzök, csak tutyózok. Úgy né? Aztán minden benne van. Ezt is elkeverjük. Utána megkóstolom. Lehet, hogy még kell majd bele egy pici csípős, mert elég keveset raktam bele. És nem szeretném túl csípősre, csak hogy éppen csak az utóízében lehessen érezni egy nagyon pici csípősséget. Az úgy az igazi. Nagyon jól néz ki. Azt a mindenit. Na, ez pont tökéletes, gyerekek. Tök jó vagyok. Ezt nagyon jól találtam. A legesleges legvégén, amikor már lenyeljétek, akkor lehet egy nagyon pici csípőséget érezni, és az az igazi. Micsoda, micsoda? Sushi-fet ettetek már? Hát, Nani, ez attól függ, hogy milyen, hogy miről beszélünk. Javasoltam, hogy kipróbáltam a sushit, voltunk Pesten ismerősödni, és önálló kettőnk, mert ők tudják, honnan szerezik. Na, és ízlet, Manu? Mesélj! Merre fel a laksz, Tomi? Jó, és nem is Magyarország. Csak győzd meg, vissza. Ha az itt nálunk Budapestet jelenti, él itt egy kisebb japán közösség, de elég zárt. Csipedén úrú, te jó ég. Szlovákiában nem tudok. Nem tudok ilyet sajnos. Biztos, hogy van egy-kettő elszórva. Ugye én többek között azért is szeretem nagyon Angliát, mert itt aztán a multikultúra az top. Tehát itt aztán a világ minden tájáról vannak emberek, és ennek megfelelően a világ minden tájáról vannak éttermek is. Gyakorlatilag mindenféle kajához hozzá lehet jutni, amit a világon be lehet szerezni. És ennek megfelelően itt vannak igazi japán éttermek, igazi kínai éttermek. Ugye Londonban van egy egész kínai negyed, ami tele van kínai éttermekkel. Olyan kínaiakkal, akik itt mukot nem beszélnek angolul. Úgyhogy az tényleg igazi, autentikus kínai kaja, meg japán kaja. Holborn, London belvárosában egy ilyen kis városrész,
ott van egy rendkívül jó sushi étterem. Gyerekek, ez menetlen utálja. Kaszinó, bezzeg, van 10-1 helye. Hát, mire van kereslet végül is? Na, ez is kész van, gyerekek. Most megmutatok egy trükköt, hogy hogyan tudjátok a friss avokádókrémet frissen tartani. Ugye ne barnuljon be. A lényeg az, hogy fogjatok egy ilyen spatulát, mint ami nekem is van, vagy egy kanalat, teljesen mindegy. Valamivel le tudjátok teljesen simítani az avokádókrémet. Úgyhogy ne legyen rajta levegő buborék. Fincsi! Fogjatok! Opakot. Ez már biztos nem kell. Ezek se kellenek. Megint ilyen kupit csináltam, gyerekek! Szóval fogjatok egy folpakot, és teljesen simítsátok rá az avokádó krémre. Hogyha látjátok, hogy hogy csinálom, szerintem látjátok, fölemelem a folpakot, és belülről megyek kifele, és úgy simogatom le, és itt igazából kinyomom belőle a levegőt. Tehát így módon nincsen levegő az avokádó krém és a folpak között. Mert hogy az oxigén az, amitől bebarnul az avokádó, ugyanis oxidálódik. Megint kémia. Majd én kémia órás főzősót tartok, gyerekek. És hogy teljesen lesimogatjátok, így szépen le tudjátok zárni az avokádót az oxigéntől, és nem fog bebarnulni. Valamennyire befog a jó pár óra után, természetesen, mert ugye érte oxigén, de nem fog olyan gyorsan bebarnulni. És ez így, mehet a hűtőbe. Csiga, de igen, nagyon-nagyon szeretnénk duriánt enni, viszont most ez az egész vírusos hülyeség miatt sajnos nem tudtuk szerezni. Egyébként normál esetben lehet kapni a nagyobb bevásárlóközpontokban, viszont ugye most eléggé leállt a, úgymond, a kereslet ilyen dolgok iránt, hogy nem lehet kapni. De például pomelót sem lehet kapni, ami most szezonban van. Tehát ami úgymond nem átlagos, meg hétköznapi, nagyon keresett árucik gyümölcstéren, azt elég nehéz most beszerezni. Úgyhogy nem kaptunk durián. Múltkor voltunk Londonban, van egy kínai bolt pont sogornőméktől nem messze, és ott múltkor, amikor legutóbb voltunk, rengeteg durián volt, most nekik sincs duriánjuk, úgyhogy egyre nem lehet kapni, sajnos. De beengedik Angliába. Itt Angliában nagyon sokat eszik, ugye nagyon sok a kínai, nagyon sok az ázsiai, és ők nagyon szeretik. Úgyhogy lehet egyébként kapni. Nem kell csetet olvasni fél órát. Mi? Lesz durián. Nagyon szeretném kipróbálni egyébként. Laminálom a krémet, azt mondod? Én nem akarom olajozni. Ugye az avokádó eleve rendkívül olajos, és nem hiszem, hogy az jó ötlet. De mégis az is egyfajta megoldás. Kiveszem az avokádóból az oxigént? Yep. Kiszívom belőle. Én szeretem a hámozatlan ananász dísznek, de úgy nem eszembe. Úgy, Leila, hogyha bevásárlóközpontban veszed, akkor be van csomagolva, hogy ne adja ki úgy a szagát. Hogyha kínai negyedben veszed, vagy pedig kínai boltban veszed, azok általában kiszokták rakni a bolt elé a polcokra, a szabad levegőre. De a gomba nem büdös, Csiga! A gomba nem büdös! Szia, Noémi! Hello, hello! Na, szükségünk lesz még fokhagymára. Többit visszarakom a zacsiba.
Noémi, hogy vagy ma? Noémi? Van, éhes vagyok már, gyerekek. Kapjam össze magam, mert itt fogok ilyen halni live-ban. Nem, ez nem repeci. Gombára nem nyitok videót, a gomba bűn, nem. Én sem nyitok róla videót. A gomba jó, a gomba finom, a gomba különleges. Nagyon szeretem a gombát. Fogok éhe halni live-ban? Hát mondja Csigának, hogy hozzerezzen neked kaját, hát pakker. Csiga. Azt hittem hétvégén te szoktad beszerezni a kaját, nem? Streamáltam magyarul meg angolul, és elmondtam, hogy engem ne klippeljenek, erre leklippeltek. Mindenki azt csinálja, amit éppen nem kellene, tehát így. Nekem kell egy köcsög, gyerekek. Pillanat. Van egy ilyen kis sörös köcsögünk. Én ebben szoktam csinálni az ilyen önteteket. Mert hogy ezt lefogom a turmixolni a botmixerrel. És hogyha ebben csinálom, akkor nem fogom szanaszét fröcskölni. Úgyhogy köcsök, fokhagyma. Ja? Gyerekek, már olyan éjes vagyok, de nem emlékszem, amit mondtam. Komolyan. Nem egy szerető közösségbe kerültél, link a képen. Szóval, fokhagyma, tejföl. Jelen a tejföl, gyerekek. Ez igaz, hogy angol tejföl, de attól még finom. Csak azt hívja a véredet, Noémi, csak szólok. Nem fogom befokhagymázni az összeset, csak a felét. Vagy a másik felét azt meghagyom így friss tejfölnek. Ugyanis úgy is nagyon finom a tekercsben. Úgy né. Finci. Só. Természetesen. Bors. Nem sok. Petrezselyem. Köcsög. Trükkmosító. Szerető, de pervers közösségbe. Ez már csak ilyen, gyerekek. Na! Bocsánat, ez most hangos lesz. Fölös cucc, amit most csináltam, fokhagyma, só, bors, pici petrezselyem, eszméletlen jó saláta ültet.
beszarsz, olyan finom. Kész van! Nyam. Erre nincs szükség. Erre sem. Gyere, hozok még zöldséget, gyerekek. És mindjárt leszünk! Paprika. Hoppá. Ennek volt egy bébije. Szétvágtam a bébijét. Sagunka. Szépen felszereteljük. Van még egy kis római salin, gyerekek. Szúnyogcsiga! Ó, medvehagymás csilis. Ó, szfincsi. Nem vagyok a hagyma hívő, de medvehagymát szeretem. Nyágát, hogy a levegőben. Ó. És megeszi. Figyelj, ha már megöltem, amit megölsz, azt megeszed. Ez így működik, gyerekek. Amit megölsz, azt edd meg! Te lesz a jelzőnünkkel. Én mondtam, hogy perverz vagyok, de miért normális? Na! Ott van benne a baby paprika! Nem láttam még ilyet? Ott van benne a baby paprika. Ups! Bocs, gyerekek! Na! Kis római saláta, bármilyen saláta jó egyébként. Köszönöm a paprikát, menjen a saláta először. Megadjuk a paprikát. Úgy oda. Én fekete babot szeretem legjobban, de most nem kaptam, úgyhogy most ilyen vörös vesebabot fogunk enni hozzá. Csak hogy holnap jól ki tudjam füstölni rólit majd. Ezzel nincs más dolgunk. Mivel ez már meg van főzve, leszűrjük. És leöblítjük. Lecipöktetjük. Mindenféle rakom egyelőre. Úgy. És leszelünk sajtot, gyerekek. Mindent is! Na, mi maradjunk ennyiben, mindent elővettem. Maradjunk ennyiben, szerintem. Csiga! Miért mondasz rólam ilyen csúnyákat? Tudod, hogy milyen folyt a zenét szeretek? Ez komoly sértés volt. Most fáj a lelkem. Ugye itt kint nem igazán lehet hozzájutni tapista sajthoz, meg ugye mexikóiak nem is azt szoktak enni. Úgyhogy én most jó kis érett cheddart eszek.
mostam el, ezelőtt. Ezt így. Ha meg kellett volna... Milyen mostanra száradnia? Tőlem megszállítom. Nem szeretem azt használni, mert az pocsikás. Opszi, Bruti! Óvatosan! Ennyi. Ki az az Eszti? Szia, Roli vagyok. Noémi! Lol! Ez jó volt. Na, szóval, leszerünk sajtot. És mindjárt tekerjük a tekernivalót. Úgy enni, ezt félre rakjuk, eltakarítom a koszt, amit csináltam, és lehet enni. Kenivalót, uff, de be kellem ám. És be is tekerem, sőt be is nyomom. Ne szerintek felverzek. Pedig elmenni jó, hadd menjem azt elszegény Noémi. Ugyan már narnia, hát ilyet. Ez még nem is nagy darab sajt. Direkt kisebbre tettem. Én sokkal nagyobbat szoktam venni. Jaja, mert ugye ez érlelt sajt. És eleve elég erős íze van. És nagyon gyorsan kiszárad. Úgyhogy ilyen jó kis ziplock bagba rakják bele. És simán visszaszárad és nem szárad ki. Úgyhogy nagyon kis babagányos. Elmosuk gyorsan. Egyébként live után szoktam mosogatni, de most biztos vagyok benne, hogy olyan szinten be fogok zabálni, hogy live után rögtön bekómálok, és itt fogom hagyni a sok mosogatni valót. Mert lusta leszek. És azt nem akarom, mert akkor Roli, amikor hazaér, akkor neki elmosogatni. Úgy úgymond hasznosnak érezze magát. És ezt én nem akarom, úgyhogy most először el. 200 IQ zacsi! Ennyi gyerekek! Na, lecsöpögött szépen a babis. Kis dénybe. Ó, nem vágtam hagymát, gyerekek! Rolinak. Nem minden majd, ha hazaért. Fölsorakoztatok mindent, amit lehet rakni a tortillákba.
Azt a mosogatni való, Tomi. Igen, holnap lesz a horror show. Holnap bizony, még mindig lehet szavazni, aki még nem szavazott, azt tegye meg, illetve hogy felkeltő lesz szavazás a ékezet nélkül, ami kiad majd egy linket, ahol tudtok szavazni a holnapi Roli Horror Show játékára egész pontosan. Úgy! Mindjárt hozok gyerekek mindent is. Itt van a cíke. Nem tudom, mennyire láttok ott mindent. Szalszát szerintem átrakom kis övedébe. Jobban elfér majd a hűtőben. Jó, kiengedte a levét. Ez nagyon kicsi lesz, gyerekek. Ezt ike nagyon jót fog szabbantani. Csak szólok. Na gyerekek, itt van a minden is. Pillanat, nózit fújok. Leila, ugye elborult? Jesszus, miért? Sajtos tájfölös sült halat kért vacsora. Pedig azt szerintem jó lehet. Nincs az a semmi baj. Mit kéne, sajtos tiszta vagy sült hal? Erre beindult a fantáziája. Sajtos tejfölös sült hal. Ugye, a hal az igazából mindent szeret. Próbáljátok ki! Addig nem tudjátok meg, hogy... Csiga, hazudik! Ja, követel. Én kérek elnézést. Na! Ez is ilyen okos csomagolásos, itt vannak a tortilla lapok, amiről tudni kell, hogy nagyon gyorsan kiszárad, úgyhogy ez ilyen okos csomagolásban van. Igyekszem nem eltépni. Ez az. Ah, gyerekek, beindult a nyáltermelésem. Felszoktam melegíteni, de én most nem. Úgy is lehet, de nem muszáj, igazából. Szépen visszazárjuk. Ne száradjanak ki. Szia, baby! Kell még egy kanála a guacamolénak, vagy a avokádókrémnek, én kérek elnézést. És ennyi! Rakjuk össze! Lehet bele mindent is rakni. Én úgy szoktam, hogy fölharmadolom a tortillát, így, meg így is, és erre a kis részre szoktam rakni cuccot. Nem túl sokat, mert ugye föl lesztek erre, és nagyon vastag lesz, amivel nincs egyébként gond, csak nem fogunk tudni elharapni. A szana szét fog csúszkálni. Jöhet néhány babocska. Egy elszökött. Kihet a cíke. Napkom tíze. Mondom, hogy ne sokat, de mit csinálok, utána pakolom az egészet.
Pups. Ó, jó, itt vágyat! Persze, hogy csinálj magadnak kinek kaját. Na, Émi, ez nem kérdés. Hogy a fenében ne? Persze, hogy csinálj. Csinálj mindenkinek is mondott címet. Ennyi. Az a jó egyébként a legtöbb kínai kajával, főleg, hogyha ilyen stir fry-szerűséget csinálsz, hogy azt lehet kis mennyiségben is. És ugyanolyan isteni finom. És ráadásul pillanatok alatt kész van, gyerekek. Mehet rá a szansza. Sajt. Gyerekek, ez annyira gyilkos lesz, hogy az valami hihetetlen. És az avokádót úgy szoktam, hogy a szélére kenem. Ide. Meg ide. Így is úgyis ki fog budjanni, de mindig elhatározom, hogy megpróbálom úgy csinálni, hogy ne budjanjon ki. Aztán soha nem is kérül. Köszi, jó! Egyetre kiköltözök, ennyi! Nem, szerintem itt volt Tomi egyszer, amikor beszélgettünk róla. Ja, gyerekek, majdnem kimaradt a tejföl. Jó, kis fokhagymás. Én most raktam bele mindent. Igazából. Mert megtehetem! Nem, most az gyerekek, nem fogunk tudni bekapni. Pervez disznók. Ezt mindig elbaszom, gyerekek. Most így komolyan, tehát így. Ez az, de pont bebírom csukni! Pont bebírom csukni, oda nézzetek. Jó, összenyomorgatom. És ha behagyjátok az aját, mint ahogy én is, akkor kisebb az esélye, hogy az aján kiputyog a cucc, maximum itt kijön, mint ahogy nekem is. Na gyerekek, ezt nevezem én úgy, hogy tortilla de kercs. Gyere, kest! Miau, cica, te itt kérsz? Macska mindig tudja, hogy mikor ez, de csak fűszeres kajcsin van, cica. Miau, miau, te szép babám. Nyakörög a lábamnál a cica! Te szik kemény! Te szik papá! Ezt teszem! Na! Nézzetek! Zumol? Vagy még bele vagyok nagyon? Jó, itt vágy a gyerekek! Hát ezt egyben nem fogunk tudni bekapni szerintem. Úgy lehet. Azt a kúva. Még rá egy kis öntet. Azt a kúra gyerekek, köszönöm szépen! Megvan a jó étvágy, basszik jó lett. Kevés a fantázia. Hát nem érném, hogy abban nekem hiányol van. Meg itt a srácoknak se. Szerintem se egyébként. Nem olyan kevés az a fantázia, gyerekek.
baj, olyan nincs, hogy túl sok fantázia. Ah, nem igaz, olyan nincsen. Üdvözöllek az életemben! Ennyi gyerekek! Mindent el tudsz képzelni? Hát, az a baj velem, hogy én vizuális alkatos vagyok. Ajaj, Noémi, ne fog vicc a magad. Jöjjön az a vicc. Ne mondj ilyet, szeretjük a csigát. Finom, nagyon. Olyan hangosan dorombol a macska, nem tudom, halljátok egyébként. Ott van egyébként a tájában a kaja, tehát nem éhes a macska, csak torkos. És ez gyerekek, ez valami brutálisan nagyon jó. Nem tudom, mennyire látjátok. Pincsi! Kettezzük a vakondot és a zsiráfot, akkor fura... Igen, te jó csika vagy, téged úgy szeretünk, ahogy vagy. Aki téged nem szeret, az rossz ember, az biztos. Nem bánó én, mit a jó ég. Ez tényleg fáj. Mi van, cica? Hoppá, csöpögök. Kirepett az alja. Próbálom kultúrátalan, de olyan nagyon sikeredett, hogy... ha nem igazán lehet. Na hajrá csiga, szó vicc párbaj. Nem fogjátok vissza magatokat. Én elcsöppentem gyerekek, ennyi. Ah, azt a kurva. Az orbitózia, szia! Igen, élvezkedj egy gyerekek, elnézést kérek, de ez hú, baj volt. WC kefe. Milyen cica? Az lesz a sünibe, hogy a biográt azt neki. Ugye? Gyerekek, ez kajapornó. Hát hülye vagy? Milyen cica? Ezt úgy hívják gyerekek, hogy food porn. Ez tiszta élvezet, komolyan. Duzogány! LOL!
jó? Ott jön a Noémi! Ne hárts igaz, tényleg szar! LOL! Mi? Futball? Nem hallottad még azt a kifejezést? Halljam, hogy futball gyerekek. Kolbászommal élvezkedek. Azzal is lehet. Főleg, hogy a csípős spanyol kolbász a csorizó. Gyerekek! És el is sültem, gyerekek. Ennyi. Aztán kicsit túl sok tejfölösödre döntöttem bele. Elsültem. Ennyi. Fudorja meg itt a cset is! Ez már tényleg pervez. Férfiak, nőket csinálják, ez mi pervez? De hülye vagy, Csiga. Jaj, Gyuri, majdnem mondtam valamit. Gyerekek. Arra majdnem mondtam valamit. Inkább eszek szerintem. Eléggé benfentes információ lenne, Gyuri, nem hiszem, hogy akarod. Csiga! Hogyan élvez a robot? Ajaj! Ez fájni fog. Van egy olyan érzésem. Nem akarod tudni, Gyuri, maradjunk ennyiben. Maradjunk ennyiben, Gyuri, nem akarod tudni. Olyan találok, gyerekek, hogy teremtődött ennyi Rolle itthon volt. Fölvettük a csípős ráment videót. Ennyi információt mondok, a többet azt rátok bízom. Gyerekek, de bolondok vagytok. Szerintem én tekerek még egyet. Megpróbálom most egy kicsit kisebbet. Ami úgyse fog sikerülni. Nem megszakításokkal! Még 2 órával később is csípett. Annyira erős volt a rám. A többit a fantáziátokra bízom. Gyere, de mamám, ne szakadj el! Bazeg! És ő sorogott! Elsakítottam! Picsába! Francba! Na ezzel majd óvatosan kell bánni. Az előző is elcsöppen, de ez aztán biztos, hogy elfog.
avokádót kenek. Visszabefedem. Ahogy mi? Rakjunk bele a pogósa. Most már próbálok egy kisebbet összerakni, úgyse fog sikerülni. Rakok bele a babot, már az fincsi. Ha akarjátok egyébként, lefűszerezhetetek a babot. Ilyen fűszeres szószban megforgathatjátok, de nem szükséges, mert ugye minden más nagyon fűszeres. Simán jó az így. Szalsza. Jó csípős lett. Ugye nézem a csetet, gyerekek, csak ez gyors össze kell rakni. A szajt. Meg a cíke. Jó, ne szaladjál! Már régen megsütöttelek, babám, ne szaladjál! Úgy fogok meghalni, gyerekek! Telezabálom magam. Mint egy disznó. Túlélte, Gyuri, maradjunk annyiban, túlélte. Amilyen mazohista! Mit csinál a keske, ha elfogy a vajos kenyere? Azért, mert... Konoroznak a noobok. Jaj! Azért, mert ennek megvan a maga feelingje, hogy eszor a tortillátot. Kétszerűen beszélgetem a mennyben. Te miben voltál meg? Megfagytam. Az rossz lehetette. Én gutaütést kaptam. Mitől? Kaptam egy telefont, hogy a férjem megcsal. Hazamentem a munkahelyemről, kerestem mindenhol, de nem találtam. Csak annyit láttam, hogy a férjem üres nézi a tévét, miközben mosolyog. Hát ha benéztél volna a hűtőbe, mit kell tenni elém? Bazd meg. Ne már. Olvasd, Nandó Émi. És ez fáj. Így van, Nani megmondta tutit. Azért kell a tortilla, hogy jó nagy és vastag legyen. És ez így van, gyerekek. Ezt most igyekeztem nem csöpögősre csinálni. Oda nézzetek. Jó, össze. Fogjuk. Nyaha. De kicsit kisebbre csináltam. Kell a tejföl. Kaja pornó! Látjátok? Úgy látjátok. Tudod, nem a, nekem az a magic. Mi ez egy kirossz? Vagy gyors? Igen, gyors. Igen, annak is megvan a maga szépsége egyébként. És egyébként nem akarok beszólni csiga, de a girosz azt pitába rakják, nem tortillába. Scusi! Ennyi. A girosz az gyors kaja, de nagyon finom, én nagyon szeretem. Akkor az nem girosz. Az igazi girosz az pitában van. Ha tortillában van, akkor az kebab, kérlek szépen. Vagy doner. Attól függ. Ja, hogy törökök, akkor azért. Hívják Bélának is? Van ez így?
Esetleg arabok, aha. A törökök hívják azt hiszem Donernek. Az arabok meg kell valam, nem akarok hazudni. Ó, gyerekek, itt fogom megpusztulni élőben. Igen. Otthon mindent, ami nagyjából úgy néz ki, mint a gyrosz, az gyrosznak hívják. Micsoda, milyen zacskó? Jó, zacsiból csinálod a kinek kaját? Kebabdik? Nem igazán tudom, Nanni, hogy mi a különbség a doner meg a kebab között. Mondanom, fűszerezés lehet. Így van, Leila. Valószínűleg csak a neve más, mert más országból származik. Azt a gyereket meg fogok halni. Nem kellett volna betekerni a másodikat. Aha. Hogy csinálják a húst? Valószínűleg milyen húsból van, szerintem az is lényeges. Én nem szoktam cicózni. Én ha eszek, eszek. Ha potyog, potyog. Van ez így. Én tolom befele. Egyszer élünk, gyerekek. Élvezzük ki. Lát, gyerekek, komolyan, itt fogok szétdurradni. De ez annyira finom, hogy ezt nem lehet letenni. Áldom Róli eszét, hogy kitalálta, hogy ezt csináljuk ma kaját. Nekem is ezt ott eszembe, azt mondta, hogy nyihaha, vagy micsoda? Azt a mindenit. Még szerencsé, hogy nem sminkelem magam most, egy kicsit kilennék már. Tisztel összekerem magam. Ó, igen, az a kis puha bajuszok, ami a nózsiuk alatt van, az annyira cuki, hogy az valami hihetetlen. Jaj, szavasz! Lajskeverő? Na mondom, lézkeverő? Szia, remélem jól mondom a nevet. Köszönöm szépen, megvan a jó étvágy. Mindjárt éhen halok. Mindjárt meghalok, olyan sokat ettem már. De... Igen, a lovagnak van bajuszuk. Killer Dani? Bocsánat. Kérsz egy falatot? Ezt már kicsit megrágcsáltam, de a lényeget látod. Ez minden benne van, ami itt van. Ez fokhagymás tejföl. Az ugye avokádókrém, bab, zöldségek, sajt, házi szalsza, most csináltam. Meg jó kis fűszeres csirke, cici, ezt is én csináltam. Második volt? Szuper! Oké, örülök neki, hogy sikerült eltalálni. És én most zabálok, elnézést kérek gyerekek, hogyha... Bocs, én az a fajta lány vagyok, aki így szeret enni, és tud is enni, úgyhogy tömöm a majmot. És popátlanul élvezem minden pillanatát.
Nem, Leila, nem láttam pödröt bajuszulóról képet. Mm-mm. Adja, tessék, Noémi. Jöjj, fágyat. Annyira finom, gyerekek. Ó, beszaladok. Mm. Igen, szoktam postagalamból küldeni kávét, kaját, mindent éppen, amit csinálok. De valahogy soha nem ér célba. De én próbálkozom, esküszöm gyerekek, hogy csak nem nyitjátok ki az ablakot. Lésznek? Oké, és meg lesz, köszik el. Tehát így szoktátok látni, hogy hogy eszek gyerekek. Engem két óránként edetni kell. Aki régóta néz minket, az tudja, hogy én minden egyes live alkalmával nasizok, mert én folyamatosan éhes vagyok gyerekek. Tehát itt szerintem valami csernobili bérféreg van itt a hasonlóban vagy valami, de élvezem. Annyit teszek, amennyit akarok. Hogy te is használd ki, Noémi. Élvezem, ne aggódj, Narnia. Leila, ettől fél, ezt nem bírom most megnézni, majd remélem nem szalad el a chat. Küld el nekem, légy szíves, vagy Facebookon, vagy Discordon, a linket el fogom felejteni. Te ilyen macsiga, nehéz a felfogásod, te jó ég. Miért ne jövezhetném? Miért ne jövezhetném, Noémi? Simán jövezhetném. Én róla mindig megmondtam, meg ő is egyébként így van vele, hogy amit pasival csinálja, engem nem zavar. Másik nőhöz ne nyúljon. Eltöbbet szegény galambom, baszki, nálad kötött ki. Hagyjátok nyitva az ablakot, gyerekek, hogyha valakihez éppen berepül egy galamb, random kajával, az az én galambom volt. Hát, hogyha kaja, akkor igen, Noémi. Simán. Egyébként nem próbáltam, úgyhogy nem tudom, Noémi. Ha kínai teszek, akkor is nekem tök mindegy. Férfi, nő, fiú, lány. Én így úgy szeretem. Madár maffia! Már mindent értek! Ennyi! Milyen madár maffia? Kis porba fingó kölkök, vagy mi? Úgy gyerekek, food porn forever. Lol. Izom pacsírta! Jó van, Noémi. Jó van, szeretés van, tudod, jó. Mm. Az lehet, hogy a fiókáikat születik. Mm. Szia Noémi, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is. További kellemes szombat délután neked, szia, szia. Hát akkor csak védik az otthonukat, van ez így. Úgy regek. Akkor is letömöm. És tovább még nem is ettem, baszki. Le fogok halni. Szegény galambok. Azt a kurva gyerekek. Hát rossz emlék, hogy baszki. Nem mondod komolyan, szegények. Na, hozom a tortát!
Azt így arra nem gondoltam, amikor tekertem a második tortillát, hogy... Édeségem, én nem is ettem. Kannibál vagyok önmagammal, szemmel méghozzá, sajtos kannibál. Ó, figyelj, sajtos kannibál vagy, akkor minden megbocsájtunk. Sajtal még a szart is meg lehet enni, szó szerint. Elnézést kérek, gyerekek. Sajtal mindent meg lehet enni. A másik ilyen a chili szósz. Chili szószal szintén mindent meg lehet enni. Úgyhogy csak hajrá, ne fogd vissza magad. Jó chipszezés neked. Látod rád, hogy azt gondolja, hogy shit! Szegények! Én sajnálom szegény galambokat. Úgy gyerekek, én itt fogok meghalni, esküszöm. Nem tudom megszerelni annyira egyébként, hogy... Szerintem igen. De tudjam menni róla a formát. Mondjuk, nem tudom már emeletileg 2 órája. Hát, meg nincsen, de... Megpróbáljuk, gyerekek, megpróbáljuk. Ha nem szirádod meg, akkor innen fogom kikanalazni. Probléma megoldva. Ó, nagyon finom. Ari, túrom. Ne, szét légy szíves. Ó, ez az, egyben maradt. Yeah, baby. Na, ez most kell egy forró kés. Az a legegyszerűbb vágni egyébként. Egyből elkezdtem két pufára tolni az arcba, ennyi. Hajrá, hajrá, ne fogd vissza magad. Én szavagalom, mennyi ez a mobilomot, de hülye vagy. Azért, mert nem voltam benne biztos, Leila, hogy összeállt a krém. Így van, így van. Ilyenek egy olyan jó két és... Hát két óra és 3 óra között kell pihenni, hogy összeálljon a krém. Mert ugye nincs benne zselé, nincs benne zselatin. Ez a krém, amit itt láttok, ez lime lé, a sűrített tej és tejszín keveréke. És nincsen se fölhabosítva semmi, csak szimplán össze van keverve. Ez szintiszta kémia. És ugye kell egy kis idő, amíg a lime-ban lévő sav megköti a tejszínt, meg a sűrített tejet. Na, próbálok kicsit vágni. Nem volt jó, hogy lett rárakni a tányéra, mert csúszik. Fuck! Csúszik a tányérom. Ugye összeállt a keksz az alján a vajjal. Ezt át kell vágni. Az elsőt nem fogom tudni szépen kiemelni szerintem. Úgyhogy arról nem is álmodozok. De így is úgy is meg fogom enni, úgyhogy... Csak az oldalán. Na? Most ugrik a majom a vízbe! Ah, még egy kicsit laza a krém. De azért egész jól sikerült kivenni. Na, de nézzetek. Nem tudom, mennyire látszódik jól. Az mind citrom, lime-os krém. Közepén még egy kicsit puha a krém.
Nagyon fincsi. Kanál. És ezt így tovább élvezkedik. Elnézést kérek. Használtam csak ilyen öntős bögréset sütöttem egy bögre. Ja, jó azok a bögrésik egyébként. Szávasz, Lionel, a Szilmizó, ezer éve nem láttalak, hogy vagy mostanság. Én is kérek kávét, csiga. What is motherfuck fejem? Ez kérlek szépen, ez az amerikai key lime pie. Mutatom itt is közelről. Ami egy tradicionálisan floridai recept. Ugyanis Florida Keys-ben nagyon-nagyon isteni finom lime-ok teremnek. És ez a recept onnan származik. Onnan is a neve, hogy key lime pie. Az alja az összetört keksz vajjal összekeverve és összenyomkodva, és ugye amikor a vaj kihűl, az megszilárdul és indul kemény lesz az alja. A maga a krém, az meg ugye sűrített tej, tejszín, lime hay és lime lé összekeverve, nem felverve, csak szépen összekeverve, berakott hűtőbe jó két, inkább három órára, ami idő alatt megköt a tejszín, meg a sűrített tej a lime lé miatt, és ennyi az egész. Nem fogyok gurás kaja, csak szólok. És isteni mira. Wow. Azt a kúra. Eszméletlen krémes. Dobd be, ahol ennyi. Hihetetlenül krémes, a sűrített tej az ugye édesített, azért kell bele ilyen sok lime lé is, többek között. Alapjáraton ez a recept 4 lime-ot ír, de mindig többet teszek bele, mert én savanyúan szeretem. És ugye amikor bekapsz egy falatot, akkor először érzed a keksz édességét, ami egyébként egy kicsit ropog is. Vagy egy nagyobb darabokba hagyom, nem teljesen porítom le, hanem nagyobb darabokba hagyom. Betoltam mindezt, ti a kaját! Ennyi! Cream pie. No comment. És ugye utána érzed a krémet, ami rendkívül puha, és szétolvad a szádon, mert ugye ez nem más, mint tejszín, meg sűrített tej. És eszméletlenül meglepő, hogy savanyú, de mégsem savanyú. Tehát ez ilyen, nem is tudod elmondani, nem tudom elmondani, milyen íze van. És érzed a lime-nak azt a friss zamatát, de enyhén édes, mégis krémes, és tökéletes kombó, gyerekek. Ez gyönyörű. Ha tényleg létezik mennyei manna, ez a mennyei manna, gyerekek. Ha valakinek kell a recept, nagyon szívesen megírom. Gyönyörű. Azt a kurva. Jaj, a magas labda. Ennyi. Nem is kommentálom. Ennyi. Wow. Nem tudom, eredetileg ki találta ki ezt a receptet. Az biztos, hogy egy isten volt. Aki szereti a citromot, lime-ot, az ilyen citromos sütike. Ezt ki kell próbálnotok. Eszméletlen finom. Gyönyörű. Ha már food porn legyen, durva. Hashtag challenge. Bazd meg, csiga. De itt fogok live-ban meghalni, meg kidurran a gyomrom. Gyerek, már megettem két ekkora tortilla tekercset. Most tolja be egy egész torta szeretet a számba. Tehát így. Utána.
utállak, csiga. Én challenge-re nem mondok nevet, gyerekek. Ja, egyébként a legutóbbi challenge-emet megnyertem. A legutóbbi challenge-emet megnyertem, amit Róli ellen vittem, hogyha még nem vagytok felszubolva YouTube-ra, légy szíves, tegyétek meg, ingyen van. Minden héten van szombaton kóstolunk, amit ma reggel töltöttem fel az eheti részt. Extra szuper vagy csípős rámentettünk, és én ettem meg hamarabb, mint Róli, úgyhogy hashtag challenge winner. Azt látom, hogy gyerekek, itt fogok meghalni live-ban. Tortaszalát. Az volt a baj, hogy puha, különben simán lenyelem. Szétesett. Ilyenkor győztes, mit kap? Megettem egy egész tortaszalátát, szerintem ez bőven. Bőven jó. Még egy egész szalátát nem eszek meg, gyerekek, így fogom meghalni. Csak így, hogy... nem mondtam valahogy. Nem mondom, gyerekek, nem mondom. Nem tudom, hogy tényleg mindenki 18-20-os elsatornál, aki most néz minket, úgyhogy nem mondok semmit. Simán gyerekek. A Dekumbat NFL? Remélem. Jól olvasom? Szia! Üdvitálunk, köszönjük szépen, hogy csatlakoztál hozzánk, reméljük jól fogod érezni magad. Igen, mert azt mondom, tehát így simán lenyeltem volna egybe, hogyha nem puha. Az a baj, hogy szétesett. És hát, ment mindenfele. Van ez így. Maga Csati az, szóval saját felelősség van az, akinek... Jó, csak így nem akarom megrontani a... Már is egy fulló futból kell a népnek. Ennyi, gyerekek. Én challenge-ra nem mondok nemet, megcsináltam. Tessék, csiga. Egyben benyomtam egy torta szeretet. Játék, ó, Zsutéktól, szevasz! Üdvét nálunk, köszönjük szépen a csatlakozást! Zsutéket szeretjük, rokonok! A futball az nem megrontás. Azért nem mondtam utána, amit akartam mondani. De ennyi, csiga, nyertem. A többi a fantáziaként, igen, az már magánügy. A többi az már magánügy, gyerekek. Szevasz, Mario! Lemaradtál a futbolról. Szia! Javaslom, nézd vissza a live végét. Lace, ha szeretnél, mi szeretettel várunk. Kólyam! Most már itt vagy velünk egy ideje, látod milyen a kis csapat. Itt tényleg szeretés van. Share the love. Ennyi a jelmondatunk. Majd bebotolod? Oké, okay, oké. Okay. A csiga kihívott egy challenge-re, aztán azért azt érdemes megnézni. Nem hiszem, hogy meg fogom tudni csinálni, mert egy puha torta szeretnél, de megcsináltam. Egy kanibál mindig jól jön a csapatban, szerintem simán ideig lesz hozzánk, úgyhogy üdvözlünk itt nálunk. Köszönjük neked is a csatlakozást, üdvít nálunk. Érezd jól magad, hát még nem tetted meg. Minden héten tartunk futbolt, gyerekek. És minden héten szombaton egy órától ugyanilyen főzősunk van. Jövő héten azt hiszem megint egyedül leszek. Mert ha jól emlékszem, róla dolgozik. Ha nem, akkor hazudtam. Elnézést kérek. Hogy ledugja el...
Le tudja nyelni? Igen. Ezt ti lenyelte. Figyelj, én ma már elő is vettem, tehát így... Miről beszélünk, gyerekek? Ez már semmiség volt. Minden egyéb link, de ugye vagy csiga. Igen, gyerekek, fönt vagyunk YouTube-on is. Heti 7 videóval, és most már egy heti Roli vloggal is várunk oda benneteket szeretettel. Úgyhogy bőven van mit nézni. Szerintem Newcomer Clippertől szereti az énéket kiklipelni. Elnézést, az egész torta szeret pofázik. Mit kezdtem mondani? Ja, YouTube-on, hogy ugye heti 7 videóval várunk benneteket oda is. Sőt, most már van egy heti Roli vlogunk is. A legutolsó az ilyen csettintős ruhacserés lett, szerintem nagyon jó lett. Úgyhogy nézzetek fel oda és szeressetek minket. Csak még mindig. Akkor már ezt nem linket, ezt sosem fogom megbocsátani neki. Ezt lehet, hogy kivágom, gyerekek, tehát ez annyira unique pillanat volt, hogy ezt valószínűleg kivágom. Majd megnézem, hogy mennyire durva. Lehet, hogy nem kerül föl Facebookra, mert egyébként fönt vagyunk Facebookon is, gyerekek. Ahol föl szoktunk tenni ilyen vicces jeleneteket a livestreamekből. Lehet, hogy ez fölkerül majd. De ki fogok durrani, gyerekek. Úgyhogy ezt még megeszem, addig találjátok ki, hogy kit rédeljünk meg. Ha nincs ötlet, akkor majd én keresek valakit. De ilyenkor azért elég sokan fönt szoktak lenni azok közül, akiket rédelgetni szoktunk, úgyhogy biztos, hogy találunk valakit. Örülök, még mindig rohadtul finom. Abszolút vállalható? Oké, azért majd megnézem, majd cenzurázom egy kicsit. Szia, Noémi! Lemaradtál a challenge-ről! Nem tudom, hogy heti 7 videó... Aha! Én mondom, hogy heti 3 tudok meccsen, de nem akarom rávozni magamat, mert én úgy gondolom, hogy ez nem az a hely. Nekünk, Lace, van annyi előnyünk, hogy mi ketten vagyunk Rolival, tehát mi ketten gyártjuk a... Gáborka Komasz! Szia, üdvét nálunk! Köszönjük szépen a csatlakozást neked, és reméljük jól fogod érezni magad, mint a többiek is. Lehet, hogy kiklippelem majd Noémi. Ezt ti lenyelted? Na, ezt ti lenyeli. Na, gyerekek, kezdem egyre mélyebben érezni magam. Basz kicsik, amire rá nem veszel. De ezért, Lejla, adja majd egy kitockos, légy szíves. Oh shit, mióta csináljuk a vidiket? Hát figyelj, kóstolunk. Amiben minden héten megkóstolunk valami durva dolgot, vagy érdekeset. Volt már köztük kukac, meg ilyen mindenféle backok. Az minden héten megy, és már több mint 30 videónk van fönt. 33. Úgyhogy, hát az már... Jó ideje. Emellett vannak játékvideóink, nekem van egy főzős videósorozatom. Az elég sok mindent csinálunk, meg ugye heti 5 alkalommal streamelünk itt a Twitch-en, úgyhogy... Lenyeltem egy egész torta szeletet egyből az arcba. De nem bírtam egybe lenyelni, mert ugye puha, és ha valami keményebb, az könnyen lenyelem egyben. Szóval mindegy, de betoltam az arcomba egybe a torta szeletet. Szia, Kagu, hello, hello! Basszátok a gyerekek! Valaki klippelje már ki, légy szíves! November 21-e 2018, akkor kezdtünk ezt streamelni. És Csigát egyébként 2019 április 1-e óta ismerik. Manó, ne! Gyuri, szerintem nem kell részleteznem, tudod, hogy miről beszélek? Gyerekek, nem bírom megcsinálni még egyszer. Megettem 2 ultra vastag, és ezt komolyan mondom, 2 ekkora tortillát. Ekkora volt. Gyerekek, benyomtam 2 ilyen nagy tortillát, meg utána megettem egy szelet tortát, meg utána egyben benyomtam még ilyen. Én nem csinálom meg még egyszer, itt fogok meghalni. Nope. Nézz vissza, valaki klippelje ki, gyerekek. Ha tudtok majd várni egy kicsit, majd live után kiklippelem. Fölrakom Facebookra, hogy a gondolját, de én nem jelentem még egy egész tortát, itt fogok meghalni. Uff. Mizu Kagu, Mizu! Mindenkinek köszöntem? Ha valakinek nem köszöntem, sziasztok, srácok! Manó, ma a mai főző
live az abszolút food porn volt. Nem tehetek róla, tehát így. Na. Különben is a tortilla teker csak olyan jó, hogyha minél vastagabb. Már elmosogattam! Már csak annyi van! A nagyját elmosogattam, gyerekek! Tiszta ügyes voltam. Direkt elmosogattam előre a nagyját, hogy neki elrúljanak, amikor hazaér, mert tudtam, hogy be fogok zabálni, mint egy tixnó, és amit live után vége, akkor én kidőlök a kanapén, és nem mozdulom meg két órán keresztül, mert bejut a kanyakóma. Akkor lassan 8 évet csinálom, csak a... Nyolc éve a YouTube-on, a szép lész, de a kalappal. A szép. Eleget hallottam, sziasztok. Jaj, Noémi, nem most legyél izé szemérmes, tudjuk, hogy nem vagy az. Roli nem fogja engedni, hogy live-ol vágjam a haját, higgyétek el nekem. Szava szalagoflex, hello, hello! De nem fogom még egyszer mesélni, mert itt fogok meghalni, gyerekek. Tele van a pocim, tehát én nem tudom mennyire legyen, de tele van a pocim. Én nem bírom. Két óra múlva találkozunk, akkor maximum, de én most nem nyerek le semmit. Nope. Hucut délután esztivel! Noémi saját felelősségre van itt. Különben is, amikor lenyeltem egybe, akkor Noémi nem volt itt. Sanyi bakondi kaptam. Klippeljétek ki, gyerekek, aztán nézegessétek. Azért Noémi, mert hogyha van playlisted, ami publikus, arra is felszobolnak az emberek. És felmegy YouTube-ra? Valószínűleg. Nyugom, mert ez annyira tetszett mindenkinek, hogy lehet, hogy ez kiklip velem is fog kerül. Ó, Algoflex, az jól hangzik. Elnézést, büfike, bocsánat, ennyi kaja az... Tehát most valaki vegyen a vállára és büfisztessen meg, légy szíves. De ilyetem, hogy egész szelet tortát. Igen, Noémi agyilag nem 11 éves. Na, de gyerekek, én itt fogok bekumálni live-ban, állva, és elalszok. Ezt a kaját meg kellem hisztani, amit lenyomtam, úgyhogy... Valaki klippelje ki, légy szíves. Ki fogom klippelni live után, hogyha most senki nem tudja kiklippelni, úgyhogy egy olyan fél óra múlva néz rá a klipjeinkre, akkor meg tudod nézni, de én nem... Így van, Lace, egyetértek veled. Akkora szundit fogok nyomni, gyerekek, mint az állat. Az biztos. Ezután így fogok horkolni. Sixery? Oké, én benne vagyok. Ekkorát ráadásul. Ilyen vastagot. Na jó, gyerekek, megyünk, megrendeljük Sixerot, hogy pillés évek vissza. Nem lesz alvós live, kettő nem menekülök, csak mindjárt elalszok, gyerekek, és vízszintesbe kell helyezkednem. És innen nehéz elindítani a streamet, mert át kell kapcsolni, meg ilyenek, úgyhogy egyszerűbb beszaladni, aztán onnan elindítani a mandarédet. Úgyhogy nem, most még nem nyomok le még egy tortát, gyerekek. Ha valakit érdekel az egész torta szeletes történet, ki fogom klippelni, meg fogom keresni, úgyhogy a klipjeink között nézzétek meg, hogyha érdekel benneteket, én viszont most megyek és meghalok. Imádok benneteket, csak mint mindig. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Én nagyon jól éreztem magam, remélem ti is. Bezabáltam, mint az állat. Egyetek ti is. Sixerónak mondjátok el, hogy ki küldött benneteket. Shadow Love, csak mint mindig.
Üdvözlök minden újoncot itt nálunk. Holnap Roli Horror Show, ne felejtjétek el. Hogyha szeretnétek szavazni, hogy Roli melyik játékkal játszom, még mindig megtehetitek, még egy-két órán át, gyertek fel a Discordunkra. Ott lent a paneleknél megtaláljátok a linket. Várunk benneteket oda is szeretettel. Ugyanez a lökött kis csapat van ott is, mint itt, úgyhogy gyertek, szeressetek minket, mint mindig. YouTube-unkra is nézzetek föl. És tényleg megyek, meghalok majd már. Úristen. Food baby. Szevasztok, srácok! Megnézem, Leila!